Ebben Józsefet mit? Ismételten itt vagyunk, kedves nézők, hát állobál, ahogy azt hallják, mert önök is itt Debrecenben tart az ünneplés. Az ünneplésnek egyébként ez az első úgymond bevezető akkordja. Egyenként szólítják be a bajnok csapat futballistáit, és hát szolid tapsal ott vannak már a pécsiek is, akik ezúttal talán meglepően majd sárga kékben fognak futballozni. De hát itt ugye minden a Debrecenről szól, a Debrecenért szól, és hát mindent megtettek a klubvezetők, a szurkolók, és mindenki azért, hogy méltó legyen az ünnepség a bajnok csapathoz. Egyébként most 8000-en vagyunk körülbelül itt az Olá Gábor utcában. Ez is szokatlan abban a szempontból, hogy ennyien idén nem lehettek még itt futballmeccsen. Ennek az az oka, hogy most a vendégszektor is tele van debreceniekkel, és még a biztonsági zónában is ott vannak a szurkolók. Bevallom őszintén, nem tudom, hogy pécsi szurkoló érkezett, hogy az 500 kilométeres távolságot átautózták-e, de egy tény, hogy most valóban zsúfolásig tele van a stadion, és hogy azt hallani lehetett, abban a pillanatban, ahogy kinyitottak a pénztárak, másfél óra alatt elkapkodták a jegyeket, tehát gyakorlatilag teljesen elfogyott minden jegy, és hát még többen is jöttek volna. Ugye piros színben burkolózik az egész pálya, ez köszönhető egyrészt egyébként a debreceni ultráknak, akik különböző füstbombákkal és pirotechnikai eszközökkel szerelkeztek föl és vetettek be. És van egy vitorlázó repülőgép is, ez pedig hirdeti a debreceni bajnokcsapatot, és az egyenkénti bemutatásnál is természetesen a legnagyobb tapsot a csapatkapitány Sándor Tamás kapja. Minden játékos egyébként, mint az látható, kisgyerekekkel, kislányokkal, kisfiúkkal érkeztek, és vannak szuvenírek is a játékosok kezében, alig, hanem ezt majd egyébként a közönségnek fogják osztogatni. Ez is egyébként azért van, és erre külön megkérték a debreceni szurkolókat, hogy a meccs után se jusson eszébe senkinek sem az, hogy beront esetleg a pályára, berohan, leszaggatja a játékosokról a meszt, vagy éppen a csukát, a cipőt és mindent. Szóval próbálják úgy intézni a debreceni szervezők is, hogy a szurkolóknak is jusson erekje. A bajnoki serlegek is érkeznek majd egyébként természetesen. Kirakták a kupát egyébként ide, ez még egyébként nem az, tehát nem az a nagy serleg, amelyet majd megkapnak a debreceniek. Tehát a nagy serleget is kirakták ide az Olá Gábor utcai stadionban már jó egy órával a kezdés előtt, és mindenki megcsodálhatta természetesen csak kívülről. A játékosok is vethettek rá egy pillantást, és aztán majd a meccs után természetesen ők is átmehetik az igazi nagy kupát. Vannak külön köszöntések is egyébként, és amíg ezek a köszöntések tartanak, addig mi elmondjuk természetesen a két csapat összeállítását is, meg is tudjuk mutatni természetesen ezt képbe is, miközben Halmosi Péter kapott külön díjat. Szóval a PMFC összeállításával kezdeném akkor, hiszen így illendő: Németh Gábor a kapuban, Erős Gábor, Pest Krisztián, Sipos János, Kulcsár Árpád, Szabados József, Horváth Gyula, Lantos Levente, Szekeres Zsolt, Schindler Szabolcs és Dienes András. Éve itt látható a PMFC csapatának az összeállítása. Ott József az edző, és a csapat most már 5 forduló óta veretlen a bajnokságban, és olyan nagy skalpokat is begyűjtött, mint például a ferencvárosi vagy az újpesti. Többek között ennek a két győzelemnek is köszönheti a ma sárga kékben játszó, egyébként piros-fekete alakulat, hogy jövőre is ott lehet majd az első osztályban. Loki 2005, ilyen rendszámtáblákkal is felszerelkeztek a debreceniek. Szerintem ezen a napon még a rendőrök sem büntetik meg azokat, akik ezzel a rendszámtáblával közlekednek az utakon, főleg itt Debrecenben. Egy biztos, hogy megnézhetjük a DVSC Áve ásványvíz csapatának is az összeállítását. Csernyászki a kapuban, Csernyászki Norbert, emelkedő szám sorrendben Dombi Tibor, Madar Csaba, Sándor Tamás, Igor Bogdanovics, Komlósi Ádám, Kerekes Zsombor, Ronald Habi, Nikolov Balázs, Halmosi Péter és Éger László, ez a kezdő 11, és önök pedig már a taktikai hadrendet is megnézhették. Subka Attila így állította össze a csapatot, miközben Szándró Tomicsot láthatjuk, a cserekapust, a debreceniek második számú kapusát, mivel ugye Csernyászki kiszorította őt még az elmúlt év őszén. Alig, hanem egyébként néhány játékosnak a kezében, mondjuk Szándró Tomicsnak a kezében, én azt gondolom, hogy saját kislánya lehet, és vannak még így szerintem néhányan egyébként a csapatban.
akik ugye apukák is. Díszbe öltözött az egész edzői kar is, az egész edzői stáb, hát talán a sál az, majd nem maradt kerekes zsomboron a meccs közben, és akkor most jön a nagy ajándékosztás, a nagy ajándékozás. Akár azt is mondanám, hogy gyereknap van, de hát természetesen nem ez az ünnep oka, és ugye kisgyerekek is dobálnak ki mindent, labdáktól kezdve, a sálakon keresztül repülnek pólók, mezek, jut az ultráknak is, és mindenkinek, hát nyilván azért 8000 elekét nem hoztak ide a debreceniek, de próbálják úgy elosztani, hogy a pálya minden pontján, ha lehet, akkor jusson egy-egy nézőnek. Itt éppen Halmosi Péter és Szándor Tomics az, aki osztogatja a mezeket, és itt pedig ott József látható, aki ugye az elmúlt hetekben egyfolytában mosolygott, egyértelműen azért, mert a csapat a kiválóan teljesített az edzőváltás óta, ugye veretten a gárda. Fábián Mihály ifjú játékvezetője, az élvonal legifjabb játékvezetője, vezeti majd a mérkőzést, Bukovics József és Ortó Gyula lesznek a segítői, és Márkus Tamás a negyedik számú játékvezető. És lesz természetesen egy ünnepélyes kezdőrugás is, majd most már úgy tűnik, hogy lassan rendeződik a helyzet, bár még Bőr Zoli, a debreceniek játékos, aki ma ugye nem játszik, hiszen megsérült két mérkőzéssel ezelőtt, szerencsére kisebb a baj, mint azt először gondolták, amikor szárkaposson törésre gyalakodtak. Szerencsére nem ilyen súlyos a helyzet, és bár ugye a hátralévő fordulókban már nem fog pályára lépni Bőr Zoltán, de ettől függetlenül a következő évben már biztosan ott lesz a csapatban, és hát ugye most is mezbe öltözve, csak úgy, mint a többiek, ő is köszöntötte a szurkolókat. No, hát mindenhova jutott debreceni zászló. Még a szomszédok is örülhetnek, akik belesetnek ide a pályára. Csernyánszki megy a kapujába, ő is köszönti, illetve hát elsősorban őt köszöntik a debreceni szurkolók, és most kezdődik a választás Sándor Tamás és Szabados József között. Szabados ugye a pécsieknek a csapatkapitánya. Ugye ott József azt mondta, hogy szeretnék elrontani, amennyire lehet ezt az ünnepet. Az elmúlt meccsek eredményével a hátunk mögött főként úgy érzi, hogy folytatni kell azt a játékot, amelyet mutattak, és azt a teljesítményt nem szabad leállni, és magukkal se szemben sem tehetik meg a pécsi játékosok, hogy most kiengednek, azzal nagyon nagy hibát követnének el. És azért azt is hozzátett, hogy a TV nyilvánossága előtt lejátszott mérkőzéssel több játékosnak is emelkedett az ázsiója. Csupka Attila azt mondta, hogy nem érzi úgy, hogy hálásnak kéne lenniük a pécsieknek azért, mert ugye elverték a nagy rivális Ferencvárost, és ekkor vált ugye biztossá a debreceni aranyérem. Ugye röviden azt is hozzátett, hogy mi is kellettünk azért ehhez, hogy már bajnokként lépessünk ma pályára, és éppen ezért igyekeznek rossz vendéglátók lenni a debreceniek, és szeretnének nagy örömöt okozni a szurkolóknak azzal, hogy teltház előtt megnyerik ezt a mérkőzést. Azt a mérkőzést, amely most már ugye kezdődhet, Bogdanovics és Kerekes indították útjára a labdát, Halmosi kapja meg, illetve Nikolov. Szekeres jött még bele, Bombi labdájába, a bedobás pedig majd Nikolov végezheti el. Bogdanovics, Szabados tovább, Nikolovról pattan el a labda, Nikolov aztán begyűjti végül, és most már Éger jöhet. Éger és Komlósi hátul, szokás szerint, Nikolov és Halmosi a bal, illetve a jobb oldalon, de hát ők amolyan felfutó védők, igazából középpályások, azt is lehetne mondani. Sándor Tamás. Akkor zárnak vissza, amikor védekezni kell, értető módon. Halmosi labdája egy picikét pontatlan, de Halmosi begyűjti. Halmosi tett egyébként egy, lehet, hogy óvatlan fogadalmat még új évkor, amikor megfogadta, hogy béka ügetésben megkerüli a nagy erdőt, hogyha bajnok lesz a debreceni csapat. Van még egy esélye, hogy elkerülje ezt a nagy utat, nevezetesen, hogyha gólt rúg az utolsó két forduló valamelyikén, tehát a mai, illetve a utolsó meccsen, akkor
azt mondta, hogy kiváltja ezt a fogadalmát azzal, hogy a gól örömét fogja így ünnepelni Hajdasi Péter. Hát meglátjuk, hogy lesz-e oka majd béka ügetésre a szombathelyi fiatalembernek. Debreceni szabadrúgás. A Debrecenek egyébként hihetetlenül jó, elsősorban a tavaszi mérlege idehaza. Itt Debrecenben veretlen a gárda. Sándor szabadrúgása nem rossz. Németh Gábor azonban nagyon nyugodt volt, és nem kellett közbeavatkoznia. Szóval erről a nagyon jó mérlegről annyit, hogy utoljára ősszel még a 10. fordulóval az Újpest ellen kapott ki hazai pályán a Debrecen csapata, akkor 2-1-re nyert a lila-fehér alakulat. Azóta 9 hazai meccsen pontot sem veszített a Debrecen csapata, 23-3 a gólarány. Dombi kerekes felé, Szekeres hátul, Németh. Horváth Gyula felé, őt viszont megelőzte Komlósi. Madar, Abi. Sándor Tamás. És kikíséri a labdát Kulcsár, így következhet majd az első debreceni szöglet a mérkőzésen. Almosi Péter kocog ki a szögletzászlóhoz, és ő fogja elvégezni a szögletet. Jön Németh a kapujából, és maga biztosan öklöz. Madar Csaba gyűjtheti be a labdát. Nikolov. A Pécsiek jöhetnek bedobással, itt pedig az emberi edzőpáros. Láthattuk, ugye Subka Attila idény közben érkezett, pont a Ferencváros mérkőzés elleni rangadó előtt váltott edzőt ugye a Debrecen csapata, és azóta vezényli a Loki együttesét, vezényli sikerre, de hát nyilván ebben a munkával és ebben a bajnoki címben Szentes Lázár keze is benne van. Almosi, Sándor, kerekes megelőzte Szabados, közben pedig a pécsiek jöhetnek majd. Ezt mutatja a játékvezető. Itt van Kerekes Zsombor, lökés miatt jár egyébként a szabadrúgás kifelé, és Kerekes ugye egy fél évet lehúzott Pécsett is a kínai kitérője után. Az elmúlt tavaszon még Pécsett futballozott, aztán nyáron váltott végül, és érkezett a Debrecen csapatába. Hát nem bánta meg ezt a váltást, azt hiszem. Annál is inkább, mert az egyik legnagyobb elégtétel az volt Kerekes számára, amikor a Pécs-Debrecen mérkőzésen gólt lőtt a pécsi csapat ellen. Elsősorban azért, mert nagyon jól érezte magát Pécset, de hát állítása szerint olyan kitörő örömmel nem fogadták akkor már a pécsi szurkolók Kerekes Zsombort, ami némileg értető is persze. Csak annyit szeretem oda mondani, hogy az öröm az nem egy oldalú, tehát nem csak Kerekes Zsombor örült, hanem a Debrecen csapatának is kellett egy ilyen típusú játékos. Elsősorban a 11 gólja miatt. Hát többek között, de hát ugye neki nagyon fontos szerepe van, ugye a labdák megtartásában, elosztásában ő erre képes, nagyon jó verekedő, szó szerint kell érteni, nagyon kemény játékos, nagyon harcos, és hát természetesen eredményes, és hát nem véletlen játszik a bajnok csapatban. Elképesztő gólmennyiséget termelt egyébként a két debreceni csatár, pont az a Bogdanovics, akinél ott van a labda, ő 13 gólnál tart, Kerekes 11-ig jutott, ez ugye 24 gól. És hát ez még ugye hozzá lehet venni a gólpasszokat, ugye, ami... Ami ugye szám szerint annyit jelent, hogy Bogdanovicsnál 2, Kerekesnél pedig 3, tehát azon a bizonyos kanadai táblázaton, amelyen a gól és gólpassz számít, Kerekes 14 ponttal a harmadik, Bogdanovics is 15-tel a második, és hát ki más vezethetné ugye ezt a listát, mint Sándor Tamás, aki 7 gólos és 11 gólpasszt adott a bajnokságban. Ezzel lehet, hogy az egész bajnokság
gólpassz listáját vezeti egyébként Sándor Tamás, ez összesen 18 pont áll. Ugye szakmailag lefordítva annyit jelent, hogy egyik legkiválóbb középpályás, irányító középpályás Magyarországon, és ez vita nem férhet. Nagyszerűen játszik, nagyon jó formában lendült, és tulajdonképpen ahogy lehetett olvasni, azért jött haza, hogy bajnok legyen. És hát erről majd később úgyis ő fogunk beszélni, majd kifejtem a véleményemet erről. Sándor Tamás és Dombi Tibor egyébként nem rejtették vége alá, hogy megbeszélték ők ketten közösen ezt, hogy hazajönnek, és úgymond bajnokot csinálnak a Debrecenből. Dombi Tibor mondta azt, hogy soha nem felejti el azt a pillanatot, amikor Hollandiában légióskodott, és Utrechtben egy parkolóban az autójában ülve felhívta őt Sándor Tamás, és csak annyit kérdezett, amikor ő éppen Jeruzsálemben volt, már mint Sándor Tamás, hogy menjünk haza és csináljunk bajnok csapatot a Nokiból. Hát ez nem volt lesz, igen. És haza is jöttek. Közben láthatunk egy érdekes szituációt, amelynek a lassításából kiderült, hogy nem volt lesz debreceni oldalon. A pécsiek ettől függetlenül már elvégezték a szabadrúgást. Lantosról megy ki a labda, debreceni bedobás. Hát tulajdonképpen csak annyit akartam megjegyezni ezzel kapcsolatban, ugye, hogy ők egyfajta aranygenerációnak is lehet most már nevezni, a Dombi, Sándor, a Bőr, Madar Csaba, akik tulajdonképpen itt nőttek fel. Nem akarok mindenkit felsorolni, de a lényeg az, hogy ez a garnitúra, ez a korosztály megérdemelte már nagyon régen, hogy bajnok legyen. Tulajdonképpen valami hiányzott, nyilvánvaló okai vannak annak, hogy eddig nem tudtak sikerre menni a bajnoki címre, de hát úgy néz ki, hogy most beérett ez a dolog, és hát azt lehet mondani, ugye, hogy egy játékos pályafutásának ez a csúcsa. Iger. Almosi. Közben ugye párhuzamosan zajlanak a mérkőzések ezzel a bajnokságban. Az MTK vezetést szerzett a Nyíregyháza otthonában, Füzi Ákos révén. Elég nehéz helyzetben van a Nyíregyháza, ugye győzni kéne mindenképpen a nyírségi alakulatnak. Jelenleg ők állnak a Békés Csaba mellett kieső helyen. Dombi. Nikolov. Eladott labda. Antos is visszaadta Habinak. És Német. Begyűjtheti könnyedén. Debreceni részről pedig jön a szurkolók részéről a jól bevált hullámzás. Ezt a szokást bevezették az előző meccs óta. Ugye a Békés Csaba ellen akkor is itt voltunk, és akkor is láthatták. Közben a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen megszerezte a vezetést villámgyorsan Barta László góljával, akinek ez a második gólja a bajnokságban. A Fradi ugye a második helyért hajt, ami ugye UEFA kupa indulást jelent még a bajnokságban, miután a magyar kupa döntőt a Sopronnal szemben elbukta a zöld-fehér csapat, és az már ugye egészen biztos, hogy a Debrecen a bajnokok ligájának a selejtezőjében indulhat, még az UEFA kupában indulhat majd a Sopron gárdája. Bogdanovics és Éger. Sándor. Lecsücsent előtte erős. Ez a passz Bogdanovics felé jön, de jön Német is a kapujából, és begyűjti a labdát. Tizenegyedik perc. Horváth és Éger akaszkodnak össze. Előszabályt mutat Fábián. Kulcsár. A hosszú oldalon érkező ember volt, Sipos személyében. Némileg megforgatta a csapatát egyébként a Ferencváros elleni meccs óta ott József. Akkor ugye Lantos és Sipos is hiányzott a kezdő csapatból. Ez a labda pedig Horváth Gyulát találja lesen, így a debreceniek jöhetnek szabadrúgással. Az volt. Néhány centivel. Sándor. Almosi.
Habi. Betömörülnek a pécsiek, fegyelmezett védekezést választanak. Bogdanovic sarokkal, Sándor Tamás a bal oldalon, Madar most üresen. Schindler vált ki rá, ez a labda pedig a debreceni szurkolók közé száll. Hát ugye eddig, amit látunk, a Debrecen megpróbálja a szokásos gyors kombinációs játékát játszani, megpróbálják a széleket bejátszani, mert eddig abból keveset látunk, inkább középen próbáltak kezdeményezni. És a pécsi csapat azt játsza, ugye, amit el lehet várni, nagyon fegyelmezetten, okosan próbálják megszűrni a támadásokat. Horváth Gyula, nincsen érkező ember, Kulcsárt várta. Éger. A pécsiek jöhetnek bedobással. Miközben az ötgólos Égert láthattuk. Az ötgóljából 4 a 11-esből szerzett. Ez egyébként az egyéni csúcs beállítása. Hogyha 6 gólt lőne, Éger az lenne a csúcs a számára. Kulcsár bedobása. Hegedűs. Pest. Dieres. Schindler. Kulcsártól kapja vissza. Jön az átadás. Közben ott a debreceni szurkolók is hangolnak, mint az hallható. A hajrá Debrecent fölcserélték ezúttal arra, hogy az egyik oldal kiabálja a bajnokot, a másik pedig a csapatot. Ez lehet, hogy ennek egy különös változatát valóban Sopronban lehetett hallani. Ők ugye a kupagyőztes rigmust osztották így meg a két lelátó között. Ugye ott is ugye ünnepelni szerettek volna igazán a szerdai napon, de hát elmosta a hatalmas nagy ünnepést valamelyest az eső, illetve hát ők azért megünnepelték már azt Sopronváros főterén több ezren a kupadöntő utáni napon, és még aznap éjjel is. Sándor, Bogdanovic gól! 1-0-ra vezet a Debrecen a 14. percben, és ez a 14. gólja Igor Bogdanovicnak. És a Sándornak a szokásos gólpassza megint egyszerűen megcsinálta egyedül a cseleket, és utána végül is elveszett a labdát, de Bogdanovic elé került, akinek körülbelül 2 másodpercet döntenie kellett, és nagyszerű helyzettel ismerésből ballába nagyon szép volt lőtt. És egyből természetesen szokás szerint Igor Bogdanovic Szándor Tomicsot választja a gólölömnél, ő az első ember, aki ez odafut. És íme itt láthatom még egyszer a gól. Gyönyörű előtte ki a hosszú sarkot, lepattant egy pécsi játékosról a labda, így lett jó Bogdanovicsnak, és ez nem az első gólja Bogdanovicsnak a bajnokságban, amelyet így lő a szerb csatár. Íme a gólszerző, és hát lassan megint majd össze kell számolnom, hogy ő lesz a tévés meccsek specialistája az idén, csak úgy, mint tavaly. Már eddig Tóth Norbert jobban állt valamelyest. Horváth fejjel közben a túloldalon, Csernyászki pedig nagy nyugalommal végignézi, hogy a labda mellé megy. Szóval Bogdanovic ismét betermelt a mai tévés meccsen is. Sándor. Legutóbb ugye a Békés Csaba ellen is eredményes volt Igor Bogdanovic, és a Pápa ellen is, ha már ugye tévés meccsekről esett szó az imént. Habi. Madar. Kerekesig most nem jutott el a labda, Dieres. És vezetés szerzett a Kaposvár Békés Csabán, ezzel pedig óriási lépést tettek a kaposváriak a kiesés elkerülése ellen. Méghozzá Olá Lóránt lőtte a gólt, aki most már csak úgy, mint Bogdanovic, 14 gólos a bajnokságban. Egyébként még Bárányos előzi meg őket, illetve most már nem előzi meg, hiszen ő is 14 gólnál tart. Úgyhogy már csak Medvedet kéne behozniuk, de hát erre azért elég kevés az esély.
Kerekes cselezget, Szabados mellett. Kerekes teszi tovább, Dombi. És ez a beadása. Célt tévesztett kirúgás. Van egy gondolatom a megoldásával kapcsolatban, két döntés előtt állt, az egyik, hogy kapura rúgja, másik a Bogdanovics volt nagyon jó pozícióban, és a kettő között tulajdonképpen nem tudott dönteni, és ez lett belőle, ez egy tipikus eset. Az Zalaegerszeg egyenlített az ülői úton, Radu Szabó góljával. Úgyhogy alaposan bekezdtek a Ferencváros és az Zalaegerszeg csapata. Pest Krisztián, Horváth visszateszi, nem jutott el lövésig a labda. Erős már távolabbról próbálkozott, Nikolov pedig Szekerest választotta. Szekeres, Pest Krisztián fejel, Jócskán fölé. Az előbbi szituációnál Horváth Gyula, ha más dönt, ha befordul a labdával, azonnal lövő helyzetbe lett volna. Éger. Alvosi. Bodor Csaba. Kerekes középen kiugrásra készen, Szabados elfejeli előle a labdát. Dienes. Schindler, aki a Ferencváros ellen kiválóan játszott, de hát ugyanez igaz az egész pécsi csapatra. Bogdanovics. Komlósi. Havi. Ugyanúgy visszaállnak a pécsiek. Havi keresett játszótársat a jobb oldalon. Éger. Aztán Nikolov. Bombira figyeltek. Éger inkább átforgat a bal oldalra. Abi, Almosi, Sándor Tamás, Bogdanovistól vissza, lábról lábra eddig az akció. Nikolov kapja, Bombival cserélnek helyet. Abi most beadja, kerekes lesen van, legalábbis a partjelző szerint, pedig már a második gólt ünnepelné a Loki tábor. De erre úgy tűnik, hogy várniunk kell majd még 19 perc, pedig bizony-bizony ez itt egy vonalnak tűnt innen. Nagyon úgy nézett ki. Erős. Kulcsár. Szekeres robog a bal oldalon. Közben nagy bajok Nyíregyházán, ami a hazai csapatot illeti, mert nemhogy 2-0-ra vezet az MTK, még 10 főre is fogyatkoztak a hazaiak. A második gólt egyébként Lambulic szerezte. Hát igen, ezek az igazi mérkőzések tulajdonképpen a nézők szempontjából. Ugye az MTK második helyén játszik, és a Nyíregyháza csapata pedig a kiesés ellen küzd. És hát a nagy tétet nem mindegyik játékos bírja idegileg. Ugye jelen pillanatban a második helyért folytatott csata úgy áll, hogy a György csapatának 51 pontja van, és holnap mérkőzik meg majd az Újpesttel a Vegyeri úton. Az Újpest 49 pontos, Kerekes közben a bal oldalon, Dienes mellette, Schindler mellett csinálhat egy cselt, Kerekes, és megtalálja Madar Csabát is. Madar pedig már megtalálta az ellenfélből Kulcsárt. Szóval a második helyért folytatott csata jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Ferencvárosnak 50 pontja van, most ugye döntetlenre áll a Zalaegerszeg ellen, az MTK 50 pontos, és jelen pillanatban győzelemre áll a Nyíregyháza ellen, holnap pedig Győr-Újpest mérkőzés. Hát ugye ez hozzátartozik, hogy a számolásnál tartunk, hogy a Győrnek a kezébe van a második helyen a sorsa, ugye ha ő nyer abba, akkor már nem tudják őt befogni valószínű. Nagyon jó a sorsolása, Pápával játszik otthon, bár ugye a Pápa is elég veszélyes helyen van, kiesés helyen van, de hát nyilván ez a forduló sok mindenre választ fog adni. Debreceni szabadrugás következik majd, Sándor Tamás vele szemben szabálytalankodta Komlósi. Vezetés szerzett közben a Ferencváros, a nagy számolgatás közepette Rósa talált be a Zalaegerszeg kapujába.
Halmosi fut vissza. Halmosi mondta azt egyébként, hogy az igazi nagy ünnep, amelyet Sándor Tamás is mondott korábban, a nevelőegyesülettel felnőtt bajnoki címet szerezni, ez semmi máshoz nem hasonlítható. Úgyhogy a kötődés miatt ez az öröm hatványozódna benne akkor, hogyha a haladással nyerne bajnokságot. Ha ez esetleg sohasem valósulna meg, akkor természetesen ennek az aranyéremnek is megpróbál majd ugyanúgy örülni, mint esetlegesen egy szombathai aranyéremmel. Más kérdés, hogy érdekes módon nézzük, Kerekes, aki fölött elmegy a labda, és így véget ér ez a helyzet. Szóval arra az említett spontán bulira, amely ugye akkor tört ki, amikor a Pécs legyőzte a Ferencváros csapatát, zöld-fehér pólóban jelent meg Halmosi Péter, miközben a lesállást láthatjuk. Igen, egy lépésebben volt. Zöld-fehér pólóban jelent meg Halmosi az ünnepségen, azonban le is cserélték a debreceni szurkolók, és adtak neki gyorsan egy fekete pólót rajta az egyik ultra csoportnak az emblémájával, hogy így ünnepelje a bajnoki címet. A Békés Csaba egyenlített hazai pályán Pozsár révén a Kaposvár ellen. Hát ez annál is inkább érdekes ugye a magyar bajnokság szempontjából, hogy a Békés Csaba nem úgy játszik, mint akit már nem érdekli. Nagyon tisztességesen próbálják befejezni az első osztályú szereplésüket, és ez mindenképpen így illik. Komlósi. Ugye több fordulóval ezelőtt eldőlt már, hogy a Békés Csaba kiesett a pontlevonások miatt is, és hát köztudomás, hogy óriási a baj Békés Csabán. Kis ilyen ebből is baj lett, mert megpattant egy pécsi játékoson a labda, de német ügyelt. Hát ismét egy csodálatos Sándor indítás volt, egy olyan 40 méteres hajszálpontos indítás is nagyszerűen ment be Dombi. Schindler, ebből pedig pécsi akció lehet. Lantos feje fölött átszál, Kulcsár ballal, Jócskán fölé. Volt mondani valója, ettől függetlenül nagyon szép támadás volt, és jól is fejezte be Kulcsár. Támadás itt tehát, támadás ott. Jó a mérkőzés. Közben pedig az MTK úgy tűnik, hogy megpróbálja eldönteni 20 perc alatt a mérkőzést, vagy 25 perc alatt, mert már 3-0-ra vezet a Nyíregyháza ellen. Ráadásul Füzi Ákos duplázott, úgyhogy bizonyára nem ezt várták a nyíregyházi szurkolók, hogy 25 perc után az MTK 3-0-ra vezessen. Debreceni bedobás. Tehát innen is látszik, hogy az MTK-nak is fontos az a bizonyos második hely, hogy annak az elérése. Almosi. Iger. Bogdanovic és Szabados. Szabados fejjel, Habi vissza, Kerekes felé, miközben azt látta Fábián, hogy szabálytalankodott Schindler, és most visszafújja a szabadrúgást a játékvezető, amelyet már szeretett volna elvégezni egyébként Kerekes, sőt el is végzett úgy, hogy rálőtte az előtte álló pécsire a labdát. Ő valószínűleg azért fújta vissza, mert figyelmeztette az ellenfél játékosát. Most arra figyelmezteti őket, hogy 9 méterrel hátrébb álljanak, és ne 3,5 méterre a letett labdától. Hát alaposan hátra parancsolja őket. Jöjjenek, uraim, jöjjenek, mutatja Fábián. Még mindig jöhetnek. Ez egy ideális szög Sándor Tamásnak. Német pedig azt mutatja, hogy hova álljon a sorfal. Sándor Tamás, a Békés Csaba ellen 2 gólt lőtt egyébként. És most is lő egyet! Biztos volt. De mekkora gól! Sárdor Tamás! Az volt a kérdés, hogy kapura megy a labda, mert ezt nem lehet védeni. Sárdor Tamás ezt feltalálja, azt nem lehet védeni, és ez be is következett. Nem akartam bekiabálni előre. Sárdor Tamás 8 gólos a bajnokságban, és ez most már a 7. gólja a tavasszal. A Debrecen pedig 2-0-ra vezet. Hát eddig minden úgy alakul, ahogy azt tervezték itt a Civisvárosban. Csak egy érdekes dolog jutott eszembe, az előbb azt mondtuk, hogy a legkiegyensúlyozottabb csapat volt, és ez nagyon jó a csapatjátéka. Hát egy példa erre, hogy most a Kerekes kiharcolt egy szabadrugást ott, és ebből a Sándor Tamás volt eredményes. Tehát ez így megy, egy jó csapatnál.
Szabados hátra. Német. Almosi fejeli tovább a labdát. Schindler. Madarról pattant ki. Pécsi bedobás. Erős. Abi. Omlósi. Kerekes. Dombi. A jobb oldalon Nikolov indul meg. Dombi Kerekest választaná. De Kerekes már keresztbe futott. Közben pedig én azt gondolom, hogy Sukka Attila még nyugodtabb és még boldogabb lehet, hiszen már 2-0 nevezett csapata. Hát igen, úgy érzem, hogy a csapata nem is igazán úgy játszik, olyan jól játszik, mint ahogy kellene, de a helyzeteink megvannak, lehetőségeinket nagyon jól értékesítettük, és hát a Sándor Szalmás egy nagyon szép szabadrúgás gólt rúgott, úgyhogy megérdemeltem vezetünk. Köszönjük szépen! Erős, Lantos, Szekeres, Kulcsár, Éger hagyja, Kulcsárig már nem jutott el a labda. Sándor Tamás, Almosi. Éger kapja vissza a labdát. Nikolov. És ugyanúgy visszaállnak a pécsiek a két gól után is. Egyszer-egyszer azért már ők is villantak, tehát volt akciójuk, támadásukban igazán nagy helyzetük még nem. A debreceniek pedig sikerrel jutottak túl már többször is a pécsi védelmen. Most is erre törekedtek, de Szabados ezúttal úr volt a levegőben. Habi passznak szállt lövésecskéjét pedig lefüvelt az egyik pécsi, aztán Habi utána ment és visszaszerezte azt. Kerekest rángatják, de kifele jár a szabadrúgás, mert Fábián azt mutat, hogy Kerekes is rángatta az ellenfelét, nevezetesen Dierest. És Pest Krisztián pedig reklamál a bírónál. Kiváló döntés volt egyébként. Ezért viszont meg már lehet, hogy befele jár a szabadrúgás Fábián kézmozdulatából ítélve. Na, így simpaszkodott egymásba a két játékos, és bedőlt a 16-oson belül Kerekes, magával rátott a Dierest is, legalábbis így ítélt Fábián, de mondom, a szabadrúgás már a Debrecennek jár, egy későbbi szabálytalanság miatt. Ez még így veszélyes lehet, Kulcsár, Madar, Almosi. Éger a jobb oldalon. Lassan fél óra telik el a mérkőzésből. Sándor jó passz a Bogdanovicsnak. Bogdanovics elvállalja! És Német mozdulni sem tudott a lövésre. Úgyhogy igazán majd a hátsó kamerából fogjuk ezt pontosan megnézni, hogy mennyivel ment mellé a lövés. Mert nem tudom, hogy azért nem mozdult rá Német, mert nagyon nyugodt volt. Én inkább azt gondolom, hogy azért nem mozdult, mert egyszerűen nem indult rá el. Nagyon szép támadás volt. Nem sokkal ment ugyanis ez mellé. Ha ezt ő pontosan látta onnan, bocsánat, hogy így mellé megy, akkor röggen szemei vannak Németh Gábornak. Horváth Gyula! Közben már a túloldalon is egy helyzet, és akkor most Veremes József. Hát nem csak annyit, ugye szerettem volna mondani, hogy nagyon szép támadás volt, ez is Sándor Tamásról indult. És ahogy egyből tették a labdát, tudják hova kell menni, hova kell mozogni. És abszolút lövő helyzetbe került Bogdanovics is. Gyilkos erővel rátűzte. Hát tényleg a szerencsém múlott ez, nem a kapuson. Az egyik legnagyobb erénye, hogy a Debrecen csapatának ugye túl a kiegyensúlyozottságon, ami az eredményekben mutatkozik, hogy a legtechnikásabb kerete van az egészen vegyes mezőnyben, és ez ma
nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten is egy alapvető dolog. Ilyen szintű technika kell, ilyen szintű versenyszektika kell, teljesen racionális, szélszerű. Ugye, és ebből tud dolgozni egy edző, ugye ezeket a nagyszerű ritmusváltásokat nagyon jól csinálják a debreceniek, bár ezt csinálták már a Szentes Lázár idején, meg még korábban is. Tehát ezzel nem volt gond, ugye a Debrecen csapatánál valami más volt, ugye amit gondolom azóta megfejtettek már, hogyha nem sikerült, de az kétségtelen tény, hogy egy ilyen technikai felkészültséggel lehet bajnokságot lenni, és nagyon sok mindent lehet csinálni. Hát természetesen majd ez egy következő lépés, hogyha kilépnek a nemzetközi porondra, hogy ez mennyit fog érni, hát nyilvánvaló a vezetők ezen gondolkoznak, hogy hol kell erősíteni a csapatot, és egy megfelelő keretet kell kialakítani, ugye, mert még a pad sem mindegy, hogy milyen hosszú. Tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, és hát ugye egy másik dologgal is kell majd számolni a Debrecen csapatának, hogy tulajdonképpen most mindenki őt akarja majd megverni a magyar bajnokságban. Ugye ez majd hozzá kell szokniuk, ezt még ők nem érzik, mert most még a boldog pillanatokban vannak, ugye ünnepelnek. Hát amit tudnak egyébként, hogy majd a BL selejtezőben mindenképpen szeretnének egy kazaksztáni túrát elkerülni ugye elsőként, mondjuk a BL előselejtezőjében. Tehát arra nem nagyon vágynak. Németh jött ki remekül a kapujából, és Bogdanovicsot előzte meg Németh Gábor. Csak megint egy tényre szeretném felhívni a figyelmet. Biztos, hogy nem vettek észre, hogy 32 percnél tartunk, de hát annyi ment el a mérkőzésből. Nagyon jó a meccs. Nagyon jó a meccs. Erős. Horváth Gyula. Vezet a Vasas a Fehérvár ellen Kis György góljával. Pécsi akció a jobb oldalon, Schindler. Lantos. Pest Krisztián. Kapja vissza, szép a kényszerítőzés, és végül odaér Dombi. Kulcsár tette volna tovább a labdát, így most bedobás jöhet majd Lantos. Ott Józsefnek lehet, hogy megszakad a remek sorozata a Pécs csapatával és a veretlensége. Hiszen amióta átvette Nagy Tamás helyét, azóta még egyszer mondom, veretlen a pécsi alakulat. Ugye ez három győzelmet és két döntetlen tőle el föl ez a sorozat. A Vasast, az Újpestet és a Ferencvárost, három fővárosi gárdát vertek meg otthon. Pontot vittek el a Sopron és a Lombard FC Pápa otthonából a pécsiek. Egyébként azon kevés, sőt talán egyetlen csapat közé tartozik a Pécs. Szóval ület az egyetlen csapat, amelyik nem nyert idegenben az idei bajnokságban. De mielőtt azért mindenki leírná a pécsieket, azt elmondanám, hogy a nagy csapatok ellen rendszeresen begyűjtöttek egy-egy pontot a nagy csapatok otthonában. Ponttal távoztak például a Ferencváros pályájáról, azt a meccset közvetítettük, pontot csentek el az Újpest otthonából is. Szekeres lövése megy Jócskán mellé. És általában ugye ők voltak a döntetlen specialisták, 9 döntetlenjük van már a bajnokságban, 7 ebből 1-1-es. És az MTK otthonából is ponttal távoztak egyébként a pécsiek. Tehát amellett, hogy nem nyertek, rengeteg döntetlen csináltak. Más kérdés, hogy ez hát ugye a 3 pontos rendszerben nem igazán kifizetődő, és hát azért túl sok gólt nem lőttek idegenben a piros-feketék. Közben debreceni akció, Kerekes kap jó labdát, Kerekes! Nézi, hogy ki van bent középen! Hát Szabados például ott volt, és gyönyörű csellel hozta ki Sándor Tamás mellett a labdát. Erőst megelőzte Habi, a hatalmas munkabírású horvát-magyar középpályás, most már talán mondhatjuk így. A pécsiek dobhatnak. Sipos bedobása után Horváth Gyula, Kovósi lőtte föl őt. Erős.
közben a Békés Csaba megszerezte a vezetést Kocsis István góljával a Kaposvár ellen. Úgyhogy fordult a kocka, olyan jó helyzetben volt még Olá vezető gólja után a Kaposvár, most annyira nehéz lehet a helyzetük. Más kérdés, ugye, hogy a Nyíregyháza továbbra is 3-0-ás vesztésre áll, tehát nagy baj még ebben a tekintetben nincsen. Tehát nem dőlhetnek hátra a kaposváriak sem. Ugye külön érdekesség, hogy stabil középcsapatból váltak a bajnokság hajrájában végül egy potenciális kiesőjelölt csapattá. És hát az nagyon meg kell küzdeniük a bentmaradásért a kaposvári alakulatnak. Koglósi haza. Cserjeszki mutatja, hogy merre megyek Koglósi, mert oda fogja passzolni a labdát, és oda is passzolta. Bogdanovics jön hátra a labdákért, szokás szerint. A Ferencváros pedig úgy tűnik, hogy megpróbálja eldönteni az Alaegerszeg elleni összecsapást. Gyepes Gábor is betalált 11-esből. Ferencváros ebben a bajnokságban ugye 3 gólt talált csak a Diósgyőr ellen lőtt, akkor 3-2-re győzött, most ugye 3 gólt lőtt már az Alaegerszeg együttesének. Bartarósa és Gyepes. Nikolov beadása, kerekes! Hát ez ide veszélyesebbnek tűnt, majdnem bedobás lett a fejeséből. Mert a beadás nagyon pontos volt. Nem csak pontos volt, hogy szakmailag egy tökéletes, egy nyeset, erős labda, amivel csak tényleg mandinerszerűen bele kell tenni a homlokot, és abból, ha kapura megy, akkor szinte védhetetlen. Pedig hát láthatom, hogy a kerekes nagyon szeretne gólt lőni, de az előbbi nagy vízszerénél is hosszan vett át a labdát, és nem tudott helyzetbe kerülni, és vissza kellett fordulnia. A Diósgyőr is vezetés szerzett méghozzá Sopronban. A Sopron ugye a 6. helyért küzd. A Diósgyőr csapata pedig ebben megakadályozza őket. A Diósgyőr, amelyik ugye hihetetlenül nehéz körülmények között kezdte a bajnokságot, és kieső csapatból lett biztos középcsapat. Sipeki góljával szerzett vezetést. 1-1 volt a szögletarány, ha jól láttam. A pécsiek végezték el a sarokrúgást. Kulcsár. Bogdanovics gyötri őt, de a pécsi játékos dobhat. Erős. Lantos. Már csak Dieres és Német van mögötte. Dieres mutatta Lantosnak, hogy inkább a kapust választ. És Lantos szófogadó volt. Horváth Gyula levette végül a labdát, de aztán panaszkodik most Fábiánnál, hogy Komlósi gyötörte őt, és nem érti, hogy miért azt a szabálytalanságot fújta le, amelyet Pest Krisztián követett el Habival szemben, mivel a incidens az már korábban történt Komlósi és Horváth között. Ettől függetlenül nagyon sportszerű a meccs, mint az látható, 9-6 a szabálytalanságok aránya, és lassan eltelik az első 45 perc. Dieres, Szabados, Gombi húzta ki Szabados lábát, Pest Krisztián. Horváth Gyula jelen pillanatban egyébként a legnagyobb gólvágója 5 góllal a pécsieknek, és itt Montvai, legalábbis a kezdő csapatban. Sereként csücsül a padon, csak úgy, mint a Ferencváros ellenő, a legeredményesebb pécsi. De hát egyelőre az ő bevetésére még várott József, és várt a Ferencváros ellen is. A 41. perc. Egyébként nagy taktikusan játszik nagyon a pécs csapata, és megpróbáltak kijönni, feltották a védekezésüket, ott támadtak, és egy pár támadást tudtak vezetni. És dicsérni kell a küzdő szellemüket is, mert komolyan gondolják a játékot, és ez nagyon jó nekünk. Akkor egyébként már, mint a Fradi ellen olyannyira várt ott József, hogy emlékeim szerint be sem állított a Montvait végül csereként sem. Német. Horváth Gyula. Szépen vette le Sipos a labdát, és Sipos kapja vissza, Halmosi pedig levág egy nagy sprintet hátul.
és végül kihozza a helyzetet kirúgássá. Csernyászki. Nikolov. Gombi haza. Nikolovnak. Ma majdnem azt jelenti, hogy haza. Mögötte már csak Csernyászki állt. Szépen körbe passzolgatják a pécsieket, türelmesen nyugodtan a debreceniek, ahogy azt eddig is csinálták, és aztán egyszer csak ritmust váltanak, mint például most. És még így is helyzet lehet a dologból. Bogdanovic fennakadt és megállt. Az egyik debreceni játékosan akadt fent Bogdanovic. Fábián viszont nem akadt fent a dolgon, hanem mutatta, hogy mehet tovább a dolog. És most már a pécsiek jöhetnek szabad rúgással. Ugye ez még az előző szituáció, amikor is Kulcsára szemben Nikolov szabálytalankodott. Horváth Gyula most lehagyja Komlósit, úgy tűnt innen, de aztán Komlósi utolérte még a labdát. Ez egy olyan melleskezes levétel volt Kerekestől, és végül is a vendégeknek jár a pontrugás. Schindler. Horváth Gyula nem nagyon bír Komlósival. Maradjuk annyiba, hogy a párharcok zövét Komlósi nyeri egyelőre, ezt is ő nyerte. Dombi. Négy támadó, három védő. Dombi. Három piros érkező a bal oldalon. És ez helyzet. Bogdanovic lövőhelyzetet keres magának. Talán, hogyha paszt keresett volna, akkor jobban járnak a debreceniek. Nem az volt a baj. Nagyon sokat nyúlt a labdához. Nem tudta magát lövőhelyzetbe hozni. Legalább négyszer hozzányúlt a labdához. Tehát jó átvétel, egy átvétellel a másodikra lövőhelyzetet tud teremteni. Az első félidő végét pedig vastapssal is felállva köszönti a debreceni publikum, a 8000 néző. Másfél perc van még hátra a rendes játékidőből. Iger. Sándor Tamás. Ugrálnak, hogy ennek gémbe legyenek a debreceni szurkolóknak az izmai. Madar tovább. Almosi. Bogdanovic. Almosi kapja. Kerekesig nem jutott el a labda. Radu Szabó pedig szorossá teszi a Fradi elleni meccset, mert a második gólját is megszerezte. Dombi. Habi. Horváth Gyula jön vissza. Radu... Nehogy Radu Szabóval, Ronald Habival ütközött. Lantos. Lantos vágott le hatalmas cseleket, és végül aztán megkegyelmezett neki Fábián. Mert a végén már egyfajta népitázba csapott át a dolog, ahogy a lábakat próbálta megkerülni Lantos. Szekeres. Almosi fejeli le az emberét. Sándor Tamás. Innentől már Fábián Mihály kezében a csapatok. Sándor körülnéz, Fábián pedig nem hosszabbít. Így az első félidő után magabiztos 2-0-ás a debreceni vezetés. És természetesen majd kapunk egy gyors értékelést Pólác András kollégámtól. Alig, hanem egy gólszerző jön majd, nevezetesen Sándor Tamás, akinek az a kabalája, hogy meccs előtt nem nyilatkozik, még most sem, hogy megnyerték a bajnokságot, de meccs közben már. Erről szó. Köszönjük szépen Sándor Tamásnak, ő most is siet természetesen. Hogy... Nevezetesen Pólác András kollégám mellett már ott van Bőr Zoltán. Köszönjük a szót. Bőr Zoltán a legutóbbi Békés Csaba elleni mérkőzésen emlékezhetünk, fájdalmas arccal vonult le a pályáról, le kellett cserélni egy sérülés miatt. Azt hittük, hogy súlyosabb a helyzet, de aztán kiderült, hogy azért nem olyan nagy a baj. Így van, az első pillanatban én is azt éreztem, hogy komoly
a baj. Éreztem, hogy egy kicsit megtekeredett a térdem, és egyből elzsibott a lábam, amit még korábban soha nem éreztem. De aztán a tüzetes orvosi vizsgálat az megállapította, hogy nincs különösebb probléma. És gondolom, hogy gyógyír a lábadra az, amit a mérkőzés előtt tapasztaltatok. A lábamra az mindenképpen, a szívemnek az egy kicsit fáj, hogy nem lehetek a pályán, de így is csodálatos dolog és öröm átélni azt az egészet, amit folyik most Debrecenben. És gondolom, hogy még a folytatásról semmit nem is tudtok, hogy még mi vár rátok. Igazából annyit tudunk, hogy a mérkőzés után megyünk közösen nyitott busszal a főtérre, de hogy ott mi vár ránk, azt nem tudjuk. Hogy milyen attrakciók várnak Bőr Zoltánékra, az majd kiderül, és az is, hogy mi történik a második fél időben, mert hogy hamarosan kezdődik. Már el is kezdődött, köszönöm szépen, mint egy 20 másodperccel ezelőtt, de semmi érdemlegesről nem maradtunk le. Csernyászki következik majd kirúgással. Nagyon nagy ünneplést szerveztek egyébként ugye a debreceniek. A spontán bulinak az volt talán egy picikét a baja, hogy csak a fél csapat volt jelen, hiszen azok a játékosok, akik nem debreceni lakosok, és mondjuk a fővárosban vagy máshol tartózkodtak, ők arról a spontán buliról lemaradtak. De hát a mai nagy ünneplésen már természetesen mindenki jelen lesz. Nieres. Úgy tervezik egyébként, azt a menetrendes koreográfiát követik majd, hogy ahogy lefújják a mérkőzést, abban a pillanatban megkezdődik a pálya átalakítása az ünnepélyes díjátadáshoz, tehát itt lesz majd a pályán a bajnokavatás, ezt természetesen mi is közvetítjük. És aztán majd Debrecen főterén a Kossuth téren, ahol egyébként két óriás kivetítő van már felállítva, és ha minden igaz, akkor ott is nézik a mérkőzést. Közben Kerekes az, aki rávezette Szabadosra a labdát, úgyhogy innen is üdvözöljük őket. Közben pedig már Lantos játsza tovább azt Horváth Gyulához. Szóval aztán majd oda csatlakozik a csapat is azon a már említett nyitott autóbuszon, és ott fog majd lépésben végigmenni a csapattal együtt természetesen, és aztán a nagy templom előtt várhatóan egy emelkedett hangulatú lézersót láthatnak, lesz különböző koncert, tűzijáték természetesen, és egy hatalmas utcabál zárja majd a ma estét, úgyhogy nagyszabású buli lesz, és természetesen mindenkit sok szeretettel várnak a debreceniek, a debreceni vezetők, az összes drukkert, úgyhogy lehet, hogy nagyobb lesz a fesztivál, mint a virágkarnevál idején. Éger. Komlósi. Modar. Sándor teszi tovább Kerekesnek. Kerekes küzd meg a labdával és az ellenfelével. Kipos János sanyargatta őt, Almosi, Fábián Mihály átlépős csele bejött, csak úgy, mint Sándor Tamási, de Kerekesig már nem jutott el a labda, a Lantos Levente pedig előre vágja azt végül Csernyászkiig. Nikolov. Nem tudom, Ákos jelezte, de hogy a Pécs cserélt a szünetben. Nem, de szívesen helyére hallgatlak. Montvai állt be. Úgyhogy itt van Montvai. Úgy tűnik, hogy sokat említettem az ő nevét az első fél időben, vagy hiányoltam őt. Egy biztos, hogy most Ott József beállította Montvai Tibort, a legeredményesebb pécsi futballistát. És ugye ezzel is talán azt szeretném mutatni a Pécs, hogy egy kicsit támadó szellemben jönnek ki a második fél időre, hiszen Schindler hát igazából ugye védekező középpályás szerepkörben játszott. És most képékel játszik természetesen a Pécs ennek kapcsán. Kerekesnek volt pontatlan ez az átadás Madartól. Németh Gábor jöhet majd a kirúgással. Nagyon jó formában védte végig egyébként a tavaszt Németh. És ő is sokban járult ahhoz hozzá, hogy meg lesz végül is. Úgy tűnik ez a bentmaradás. Sőt, hát egészen biztosan meg lesz. Nieres. Szabados. Horváth Gyulának ez túlságosan hosszú. Csernyászki.
Marta megszerezte a második gólját is a mai mérkőzésen a Ferencváros Zalaegerszeg meccsen, és így már 4-2-re vezet a Fradi. Még az első félidő végén esett egyébként ez a gól. A Tavs pedig Tomics kapusnak áll, akit becserél Sukka Attila. Majd túlok. Ugye ez egy olyan gesztus, amelyet teljesen megérdemel a kapuőr, a horvát kapuőr Sandro Tomics, hiszen arról van szó, hogy Csernyászki volt, aki kiszorította őt a kapuból, és most ez egy gesztus értékkel bír fel, hogy Sukka Attila, akinek szintén maradt ugye Csernyászki az első számú kapus, csak úgy, mint Szentes Lázárnál még az év elején, de most így a közönség kedvenc bejöhet a pályára, és ennek is szól ez a hatalmas vastaps, és annak idején már idéztem egyébként szó szerint is Szándortom, és nagyon elismerően nyilatkozott Csernyászki Norbertről és az ő kapus teljesítményéről, és mondta, hogy nagyon jóban vannak egymással, segítik egymás munkáját egyáltalán, de mirigy arra, hogy Csernyászki védte végig a szezont, és Szándor Tomics is azt mondta, hogy amíg ilyen jó formában véd Csernyászki, addig nem kell cserélni. Hát most sem a formája miatt cserélik, de még egyszer mondom Csernyászki. Hanem ez is, mint látható, egy gesztus érték. Hát aminek nyilván sok a teljesítmény, nyilván hozzátett a Debrecen csapatának a sikeréhez. És ez egy nagyon szép gesztus az edzőtől. Közben a debreceniek ismételhetnek majd szögletrúgás, csak ezúttal a bal oldalról. Horváth Gyuláról kerül ki a labda, miközben a jobb oldalról ugye Halmosi végezte, addig a balról Madar Csaba fogja majd elrúgni. Kis szöglet, Bogdanovics, nem jutott el Madarig, ezt most túl komplikálták a debreceniek. Dombi az utolsó ember ilyenkor szögletnél. Már ahogy megszoktuk eddig is. És két ember között hozza ki a labdát, hát nem nagyon szoktuk ugye a hátvédek így cselezgetni, de Dombi elsősorban nem hátvéd, másrészt nagyon magabiztosan csinálta meg ugye a cselt. Más kérdés, hogy a veszélyben ugye mindig benne van, hogyha elveszíti a labdát, akkor mi van? Halmosi beadja! És szerencséjére német kapusnak ott volt Kulcsár, aki kifejelte a labdát. Méghozzá egy debreceni játékos elől egyébként, és Dombi mehet vissza a helyére, ilyenkor ugye utolsó embernek, a jól fejelők pedig előre, Komlósi és Éger elsősorban. Egyébként érdemes lenne megszámolni, az edzők biztos tudják, hogy két hátvédje a Debrecennek hányszor fut fel és hányszor ad be, nagyon pontosan, hát a Halmosinak a beadása élmény számba mennek, és hát ismét Dombit kereste. Most Halmosi adja be ismét, de ezúttal DLS-t találta meg. És még a Halmosinál tartunk, ugye a kuratórium a legjobb játékosnak választotta ebben az évben a teljesítménye alapján. Kodar. És nyilván ez egy játékosnak, egy profi játékosnak, ez már egy nagyon komoly ajánlólevél. Nikolov. Halmosi ugrik ki, majdnem megszerezte azt a gólt, amellyel beválthatta volna a béka ügetést, de végül is Németh jól jött ki a kapujából. El lehet mondani egyébként Halmosiról, hogy egy rendkívül korszerű profi játékos, tehát a mai játéknak megfelelő, rendkívül állóképes, gyors, ami nagyon-nagyon szintén fontos, technikás, és hát nyilván ennek okán nagyon jó adja be a labdákat, és bárhova teszik baloldali középpályára, vagy baloldali hátvédnek, ugyanazt a teljesítményt tudja nyújtani, mert a Debrecen játéka erre épül, a szárnyjátékra, mind a két oldali szárnyjátékra. Kerekes. Abi. Nikolov indul a jobb oldalon. Hát Nikolov még alkatilag is talán hasonló a Halmosi Péterhez, és ugyanazt tudja. Ő már elégedett a válogatossághoz, hát Halmosi Péter is közel jár hozzá. Sándor, sipos és erős mellett, nincs lesen Dombi, de Dombi jól jött nem. Ki megint élet a kapujából. Jó ítélet volt a partjelzőtől. Tizedik perc a második félidőben, Horváth Gyula.
Komlósi mellett. Ez pedig lövőhelyzet, nem is rossz lövés. Tomisnak kellett bemutatnia a védést, mert úgy tűnt, hogy Montvai lövése bizony ott a jobb kapufa mellé tartott. Hát én azt mondom, hogy túl szerény a Horváth Gyula, mert ezt egy vérbeli csatának el kell vállalni, meg kell csinálni. Nagy szerényen vette át a labdát, és pontosan is lőtt volna, de hát nem vállalt el, visszafordult. Tomics jön a kapujából, maga biztosan. Bogdanovics le sem van, és ugye Dombi fejese egyértelműen azt jelentett, hogy Bogdanovicsot szerette volna megjátszani, így a lesállás jogos volt. Íme itt látható, a lassítás is ezt erősíti meg. Komlósi. Sipos. Lantos elől szépen Madar. Bogdanovics Sándor átlépi Kerekes helyzetben! Hova lőtte Kerekes? Nagyon akarják tényleg, hogy a Kerekes is lőjön gólt, mert hát ez egy szenzációs kombináció volt. Megint csak Sándor Tamás alaposan benne volt, gyönyörűes. Ebben nem csak ő volt benne, ebben benne voltak négyen, és ez egy séma. Tehát vannak ilyen taktikai sémák, amit begyakorolnak ilyen szituációkban, és ezt szenzációsan csinálja a Debrecen csapat. Tehát ez egy ilyen kombináció volt, ami abszolút helyzetet teremtett a Kerekes számára. Hát a szélzővízzel volt egy kis gond. Bogdanovics szeretett volna egyébként gólt rúgatni Sándortól, illetve Kerekessel, mert az ő passza után került nagy helyzetbe. Én pedig a szabadrúgásról Tóth Józsefet kérdezném arról, hogy Montvai beállítása is azt jelzi, hogy gólt szeretne lőni, ha már nem is Csernyászkának, de Tomics kapusnak mindenképpen a Pécs. Mindenképpen gólt kell, hát 2-0-as hátrányban vagyunk, de meg azon a legnagyobb problémám az, hogy rendkívül hamar elveszítjük a labdákat. Második, harmadik passz is már nem a miénké, és így nem lehet támadást felépíteni. És ez volt a kérésem a szünetben is, hogy lehetőleg becsüljük meg jobban a labdákat. Köszönjük szépen az rövid értékelést. Hát csak meg tudom erősíteni a fiatal edző kollégát, és gratulálunk neki, hogy bent tartott a csapatát. Nagyon jól látja. Az első fél időben is talán az volt a probléma, hogy keveset birtokolták a labdát, és nem tudtak ebből jól építkezni és labdát tartani. A másik dolog, egy mentalitásában ez egy kicsit más csapat, mint ami volt még korábban. Ez egy bátrabb csapat, bátrabb szellemi csapat, és ez, én úgy látom, hogy az üveg is vannak a katonák idézőjelbe, és ezt meg is csinálják a játékosok. Technikailag felkészült a csapat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy helyzet. Kerekes helyzetben nincs les, Német mellett elviszi Kerekes, és most tud gólt rúgni Kerekes Zsombor. Most már gólt tudott rúgni, annyira, de annyira szerette volna gólt rúgatni, és a kipattanó labda ezúttal kedvezett neki, a mezét meg kidobja a nézők közé, ezért valószínűleg fog kapni egy sárga lapot. Mert így nem lesz miben játszania ugyanis. Igen, nem is szóval... kell, valószínűleg tartom, hogy kere fog lenni. Lehet, hogy ez van megbeszélve, hogyha lő egy volt, akkor lejöhet a hát most nagyon úgy tűnik, hogy vagy vissza kell, hogy adják neki a meszt, vagy le kell, hogy jöjjön, mert nincsen másik Kerekes meszt. Horváth Éla szét is tárta a karját, hogy most mi legyen. Tehát így azt a meszt szerintem az életben nem kapja vissza Kerekes Zsombor a szurkolóktól, nagyon úgy tűnik. Mert ez egy olyan erekje. Hozzáteszem, a mezlevételét egyébként valószínűleg sárgát kéne kapni a Fábián játékvezetőtől, de hát szerintem Kerekes most ennél sokkal jobban érdekli, hogy megszerezte szezonbeli 12. gólját, és ezzel már 3-0-ra vezet a Debrecen csapata. És hát emlékszel a Békésővel elleni mérkőzésen is, hát rendkívül sok helyzete volt, és nagyon akart gólt rönni, hát és tulajdonképpen itt folytatódott ez az egész história, és most végül azért csak betalált és feltette az íra a pontot. Fábián mutatja, hogy hol a mez. Hát nincsen mez, azt már elrakták, kérem szépen. Bármennyire is Horváth Béla is igyekezett meggyőzni a nézőket, de nem fogja szerintem visszakapni Kerekes Zsombor. És most Fábián Mihály kifut, kiszalad a negyedik játékvezető, és meg fogja adni szerintem a sárga lapot egyébként Kerekesnek, aki most kap egy tartalék meszt. Így is van, jön a sárga, mert ez így van a szabályok szerint. Megkapta Kerekes valakinek a mezét, szerintem Bőr Zoli lesz az ügy első, nem 18-as kapott meg Kerekes,
megkapta a saját mezét ezek szerint, úgyhogy vagy visszahozták, vagy gyorsan valaki beszaladt a szertárba, és hozott még egyet, és akkor nagyon nagy mázia volt, kerekesnek, mert alig, hanem volt még ugyanebből a pirosból. Egyébként a biztonsági főnök képíró János szaladt be a szertárba, és onnan hozott ki egy mezt, mert természetesen ott azért van még kerekes mez bőven. Én úgy gondoltam, hogy egy koreográfiáról van szó, ugye, amivel hogyha gólt rúg, akkor le fog jönni, és más jön be helyette, de ezek szerint nem. Igen, hát még szerencsé, hogy nem a sarki boltba kellett kiszaladni, ahol éppen az emlékerekéket és a debreceni játékosoknak a mezeit árulják, és gyorsan venni egy kerekes mezt pirosból, mert az lett volna még szép. Úgyhogy így végül is kerekes folytathatja a mérkőzést, mert akkor egyébként igencsak nehézkes lett volna, hogyha nincsen ugye meze kerekesnek. És hát most Halmosi van abban a helyzetben, amit említettél a mérkőzés elején, hogy ő gólt rúghat, mert egy nagyon jó szögbe van, és az ő bal lába onnan bizony életveszélyes lehet. Akivel egyébként nagyon szeretnének gólt rúgatni a debreceniek, az Komlósi Ádám. Sőt, hogyha 11-est kapna a Debrecen, akkor ő rúgna a büntetőt, ezt Téger meg is mondta. Ugye arról van szó, hogy 300 meccset játszott az élvonalban, és ha minden igaz, akkor az utolsó fordulóban lejátszott Debrecen mes lesz a 300. Komlósi életében, és még egyszer nem lőtt gólt az élvonalban. Tehát vele nagyon szeretnének gólt rúgatni a debreceniek. Ha pedig Dombi Tibor gólt szeretne rúgni, igyekeznie kell, mert hogy őt le fogja hamarosan cserélni Subka Attila, Kis Zoltán fog beállni a debreceni csapatba. Köszönjük szépen! Abi szerez labdát, Dombi, nem jut el hozzá a labda, ebből lap lesz, Pest Krisztián kap sárgát. Perc a mérkőzésen, a debreceni gól után egy gyors sárgalapváltás. Fábián Mihály edzete, Nikolov Balázsral beszélni meg a történteket, itt pedig már Szandró Tomics, akinek már volt egy védeni valója. És most jön a csere, Dombi most már egészen biztosan nem fog gólt rúgni, hiszen lecserélik őt, de a vastag természetesen neki is jár. Azt mondta, hogy amikor bajnokok lettünk, bármilyen furcsa, még neki is emészteni kellett a gondolatokat. Egyfolytában csöngött a telefonja, a szilveszteri jókívánság áradata vasárnapi naphoz, a múlt vasárnapi naphoz képest csendes megemlékezés. Dombi életében. Ugye ez volt a nagy terve, ahogy azt már meséltem Sándor Tamással együtt, hogy hazajönnek és bajnokságot nyerjenek a Debrecennel, és ez most ugye sikerült nekik. Kis Zoltán a pályán, ő is debreceni nevelés egyébként, és ugye a nagy generációból négyen vannak itt, Sándor, Dombi, Szatmári és Madar. Még a 90-es évek elején ugye velük jutott föl a Debrecen az első osztályba. Hát azt tudom, hogy 93-94 óta ebben a csapatban benne volt, ebben a generációban benne volt, mert a játéktudásuk megvolt, minden megvolt, valami mentális dolog hiányozhatott, hogy vagy nem tudták mindig úgy összerakni ezt a csapatot. Nyilván kell egy jó edző is, de hát az az igazság, hogy nagyszerű mérkőzéseket láttunk tőlük ez idáig is, és hát valami hiányzott, ugye emlékezünk a tavalyi bajnokságra, ahol az utolsó fordulóban dölt el tulajdonképpen a bajnoki cím sorsa, ott is esélyesek voltak, tehát ha nyernek, akkor ők a bajnokok, nem tudtak nyerni, de hát most már mindent rádobtak, és tényleg bejött nekik. Közben pedig egy néző gazdagabb lett egy labdával, úgyhogy nem csak mezeket és sálakat vihetnek haza a szurkolók, hanem úgy tűnik, hogy labdát is, mert hogy nem adták vissza azt a labdát, ami az imént kívánt a nézőtérre. Úgyhogy egy meccs labdával is most már a gazdagabb az egyik néző, különböző hőlékballonok is jelennek meg egyébként az égen. Úgyhogy az égben is minden azt hirdeti, hogy bajnok a Debrecen csapata. És ugye még egyszer mondom, hogy vitorlázó repülőgép pedig végig köröz a pálya felett. Úgy tűnik, hogy a mentős személyzetre nem lesz szükség, bár nagyon bőszen viszik be a hordágyakat.
illetve a hordágyat, azt az egyet, ami van, de szerencsére nincsen szükség, mert Nikolov a saját lábán adja el a pályát, és így játékvezetői labdával folytatódott majd a mérkőzés. Ugye a nagy generációról beszéltem, de Madar Csaba abban a szerencsés helyzetben van, hogy ő már ugye többszörös bajnokra vallhatja magát, mivel az MTK csapatával neki már van két bajnoki címe is. Hát igen, de ha megkérdezed őt, hogy melyikre a legbüszkébb, akkor egyértelmű gondolom a választ. Hát lehet, hogy ezt meg is tudjuk majd akár a meccs után. Madar! Komlósi! Őnek is van egyébként több bajnoki címe az MTK-val, egészen pontosan Madar Csabával szinkronban nyert kettőt, hiszen ők az MTK együtteséből érkeztek a Debrecen gárdájába. Két pécsi játékos összeszaladt, közben a Debrecen kiegészült, miután Nikolov is visszatért. Nikolov és Éger pedig ugye a Dunafer gárdájával volt már bajnok, tehát így lassan eljutunk oda, hogy ugyan a játékosok zömének ez az első bajnoki címe, de azért jó néhány futballista a debreceniek közül más csapattal már nyert bajnokságot. Komlósi. És Subka Attilának is ez lesz az első bajnoki címe, ugye a vezetőedzőnek. Ő azt mondta, hogy egy edzőt mindig az eredmények minősítik, és a szurkolók elégedettek, ugye elfogadták őt. Nem volt először könnyű a dolog, és azt is mondta, hogy nem volt még része olyan ünneplésben, amely ugye vasárnap történt. És nagyon örül neki, hogy a közönség elfogadta, mert amikor ide került, akkor ő is érezte, hogy sok embernek volt fenntartása az ő személyével kapcsolatban, és hirtelen nem tudták hová tenni azt, hogy a tulajdonosok hoztak egy olyan választást, hogy nem egy olyan nagyon-nagyon ismert edzőt hoztak ide ugye a Debrecen kispadjára. Itt van Subka Attila egyébként. Cserél ismét a Pécs, Montvai után egy újabb cserejátékos Dávid lép pályára. Dávid Ervin, ő a Ferencváros ellen már játszott. A Hóri Horgas csatár Pest Krisztián megy le, tehát egyre támadóbb szellemben játszik majd úgy tűnik a Pécs gárdája. És Pest Krisztián hagyta el a pályát, azért gyorsan ránézek a papíron, a papíron egyébként középpályás Dávid, tehát valószínűleg ugye Pest Krisztián helyén folytatja majd. 22 esztendős futballistáról és pécsi nevelésről van szó, ezt a Fradi meccsen már elmondtam egyébként, hogy a pécsi csapatban rengeteg a saját nevelésű, ami lépett oda, elég csúnyán a pécsi játékosnak, de szent a béke. Más kérdés, hogy azért még DLS elmondja magáét Fábián játékvezetőnek, mert ezért becsúszásért érzésem szerint simán lehetett volna sárga lapot adni. De ez valószínűleg a játékvezetőnek volt igaza, mert nem sérült meg a játékos, nem volt az annyira durva, hogy sárgát kellett volna adni ezen a mérkőzésen. A havi így játszik, tehát ő azért van itt, egy nagyon, nagyon kemény, fegyelmezett játékos. Hát azért nem kell ahhoz megsérülnie valakinek, nem. Hogy sárgát adjon, legalábbis hát nem, nagyon de remélem. Mind a ketten a labdára mentek, nem volt ez olyan durva dolog. Kulcsár. És általában, hogyha a labdára irányul a mozgás, akkor nincs sérülés. Kerekes. Nikolov. Pizzoltán. Kerekes jelentkezik, kéri a labdát, jön is felé. Aztán ezt mégis nem volt hajlandó átvenni Kerekes, úgy érezte, hogy pontatlan az átadás. Bienes. Komlósi fejeli ki a labdát, így bedobás. Horváth Gyula. Abi érkezik nagy lendülettel, most inkább a labdára irányult a mozgása. Dávid teszi tovább. Eltalálták Nikolovot. Erőszabály mutatja Fábián. Szép a csere egyelőre Lantosnak, illetve Kulcsárnak. Erős. Abiról felpattan. Tomics. Ugye Csenomir Fávicsev is a nagy hiányzója egyébként a pécsi csapatnak. Lantos. Dávid Lantos felé. Lantos hosszan vette át, ráadásul lesérült. Nagyon úgy tűnik, mert a lábához kapott
Pontos Levente. Ő is egyébként pécsi nevelésű, de hát ez ugyanez még igaz DNS-re is, ő az ős pécsi, 31-es szendős, azt is elmondtam már egyébként, hogy rutinos csapatról van szó, az NBA talán legmagasabb átlag életkorú csapatáról. És nagyon sok így is a saját nevelés, de hát Pest Krisztián is PMSC nevelés, ugye ő még a PMSC-ben játszott, most már ugye PMFC-nek hívják a klubot, de ugyanez igaz Kulcsára is. És még jó néhány játékosra. Hát magyarul bontakozik egy új csapat itt Pécsen. Ahogy elmondtad, itt a fiatalokkal teletűzve, Dávid is egy nagyon tehetséges játékos, nagyszerű labdát adott az imént, és az elmúlt mérkőzésen is tényleg egy profiktól látott megoldást, és ahhoz a helyzetbe aztán a góllövőt. Nagyszerűen osztogat. Én úgy gondolom, hogy ezzel az új mentalitással mehet valamire a Pécs csapata. Horváth Gyula előtt ment el a labda, Halmosi. 71. perc. Most Sisipos mellett próbálkozik, de előtte van még mindig két pécsi. Omlósi. És hát ez a meccs, ez már nagyon úgy tűnik, hogy zsebben van ismét a Debrecennek, tehát megmarad a imponáló sorozata ebben a bajnokságban, ami ugye a tavaszt illeti, hiszen most már 26-3 a gólarányuk tavasszal a debreceléknek itt. Talán még a Pécs csapatához azért hozzá kell tenni, hogy Nagy Tamás kiváló munkát végzett, attól függetlenül, hogy most felállították évközben, veszélyzónába kerültek, és kellett egy új arc, kellett egy kis változás a csapatba, és ez most bejött a pécsi vezetőknek, és valóban egy más mentalitású csapat játszik most a Pécsen. Ugye említetted, hogy 5 fordulón keresztül veretlenek voltak. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon komoly változás volt a fejekbe és a játékosoknál. Egyrészt fölfogták a saját felelősségüket, a csapat szereplését illetően, másrészt meg hát találták a lehetőséget, hogy benne van ebben a csapatban az, hogy benne maradjanak. És jön majd hamarosan a harmadik pécsi csere, és Berdó fog beállni méghozzá Lantos helyére. Köszönöm szépen Pónácz Andrásnak, így mind a 3 csere lehetőségét kihasználja majd a Pécs. Erős, érdekes megmozdulás a Fábiánnal veszett össze közben a játékvezetővel, és aztán most Fábián hibázhatott valamit, ezért viszont erős fog kapni egy sárga lapot, mert Dübör rárúgta a labdát, és most aztán DNS is megrohanja a játékvezetőt, és elküldik. Azt gondolom, valamilyen szinte jogos most a pécsieknek egyébként a felháborodása. Más kérdés, hogy azért erősnek talán nem kellett volna dühében eltalálnia, vagy rárugnia a labdát a reklámtáblára. Úgyhogy erős is kapott egy sárga lapot. Most már ez is egészen biztos, és akkor jöhet majd ismét a szöglet. De csak a csere után. És Lantos, aki ugye meghúzódott az imént, ő helyére érkezik majd Berdó Balázs. Aranyszínű cipőben egyébként. Ő is egyébként pécsi nevelésű. Nézzük a szögletet, Sándor fejeli ki. Ha már egyébként az aranyszínű cipőknél tartunk, akkor a debreceniek közül, ugye az aranyéremhez hasonlóan egyedül csak Halmosi Péter visel aranyszínű cipőt, ugyanilyet egyébként, vagy ugyanolyat, mint amilyet most a csereként beállt Berdó Balázs. Közben magas földi lőtt gólt a Fehérvár csapatából, és így egyenlített a Vasas ellen a Fehérvár. Ugye a bajnokság vége felé most eszembe jutott, ahogy beszélünk itt a fiatal játékosokról, hogy ebben az évben én úgy gondolom meggyőző ér volt az, hogy nagyon sok csapat, őket a Fehérvár is, kényszerhelyzetből is, meg nyilvánvaló a Csertő Aurélnak a gondolata is
e körül forgott, hogy jobban járnak ezekkel a fiatal játékosokkal, a saját nevelésű fiatal játékosokkal, mint az időszerződtetett nem igazán első osztályú és kiemelkedő játékot nyújtó játékosokkal, akik külföldről jöttek ide, és ez bebizonyosodott most, és ez nem csak a Fehérvár csapatán, a nagyon sok csapatnál így van. Kerekes. És azért biztató ez, mert most már az edzők bátrabban mernek nyúlni a saját nevelésű fiatalokhoz is. Hát ugye Ferencváros is most, ha kényszerhelyzetből is, de ugye be kellett hozni a László Csabának a három fiatal játékos, tehát ugye a Barta most meg is állálta rúgat egy kettest eddig, de érdemes ezzel foglalkozni. Nyilvánvalóan nagyon jó az utánpótlás nevelés, most már elkezdett egy nagyon korszerű munka, és ebből a szempontból ez nagyon szépen igazolódik ebbe a bajnokságban. Dávid, Berdó üresen a jobb oldalon, Szabados és Dávid játszanak össze, Montvai. Most kapja meg a teljesen üresen található Berdó Balázs a labdát. Almosi mellett mutatna be egy cselt, Almosi becsúszása nem volt a legsikeresebb, erős. De hát teljesen visszazárt a debreceni védelem. Most próbálta Szekeres megbontani egy befutással őket. Dávid talp alatt elment a labda, így lett jó Montvainak, ez a lövés pedig már fölé megy. Egy kicsit hosszúnak tűnt ez a támadás, mert kétszer körben járatták széltébe a pályát, de végül is nagyon szépen fejezték be, és megfogadták az edzőik tanácsát. Nagyon szépen passzolnak, megvan náluk a labda. És ismét szólt a bajnok csapat rigmus. Ugye a magyar bajnokságok történetében 102-szer hirdettek eddig hivatalosan eredményt, és mindössze 8. alkalommal fordul az elő, hogy ugye a legfőbb trófea Budapesten kívülre került. A Debrecen a 6. olyan vidéki város, amelyik aranyérmet tudott ünnepelni. A Nagyvárad, a Győr, a Dunai város, a Vác és a Zalaegerszeg után. A Győr volt ezek közül a csapatok közül az, amelyik duplázni tudott, hát erről tudna igazán sokat mesélni Verebes József ugye. És hát most ugye a Debrecen is feliratkozhat a bajnok csapatok sorába, a vidéki bajnok csapatok sorába. Szendrú Tomics újabb szép megmozdulása. Montfainak volt hosszú a labda. Kerekes. Dienes szerel előtte. Tulajdonképpen Győr az Eto az három bajnokságot nyert, egy felett, volt egy ilyen félbajnokság, amit még a Palotaiék nyertek, és aztán jött az Arany Győrnek az aranycsapata, amit én vezettem, az kétszer nyert magyar bajnokságot, az már teljes volt, sőt nagyon is teljes volt, hát ez fantasztikus egy csapat volt, ugye, és ebből így tulajdonképpen ebből a hatból, amit említettél, a három Győrt illeti meg. Ugye a Győr előtt egyébként a Nagyvárad csapata tudott csak nyerni. Az a felszabadulás előtt volt. Az már nagyon régen igen, volt, és aztán jött tulajdonképpen az újkori futballban. Az a másik három vidéki alakulat, a Vác, a Dunaufer, illetve a Zalaegerszeg, amely csatlakozott ezekhez a csapatokhoz. Berdó. Sipos. Horváth Gyula lestről visszajött, jó lövés! Hát ez már a negyedik jó kísérlet volt. Tomics rajta volt azért, de ez most jó kísérlet volt Sipostól. Hagyd tegyem hozzá még egyszer, jó a mérkőzés. Színvonalas, jó a mérkőzés. Minden esetre úgy tűnik, hogy az ünneplést azt nem sikerül elrontaniuk a pécsieknek. 79. perc, 3-0-ra vezet a Debrecen csapata. És éppen a harmadik gólt szerző Kerekes Zsombort készül lecserélni Subka Attila helyére. László András fog beállni. És hát ugye tulajdonképpen a három gólzsák szerezte mind a három gólt. Keretbe zárva lassan ezt a bajnokságot, bár ugye egy forduló még hátra van a Zalaegerszeg elleni mérkőzése a Debrecennek, amely ugye elviekben Zalaegerszegen lenne, aztán lehet, hogy gyakorlatilag az is itt lesz majd. Ez még nem dőlt el. Sipos. Tomics hagyja, hogy kimenjen a labda, így következik a kirúgás, de papíron ugye ez az utolsó hazai meccse a Debrecennek, és ma ugye Bogdanovics, Sándor Tamás és Kerekes Zsombor után
vezet 3-0-ra a Debrecen. Zsombi, akiből pedig csak egy van, ezt is megtanulhatjuk ebben az idényben, leballag. Tulajdonképpen, de hogy nézem itt ugye a padot, hát valamennyi játékos megérdemelni tulajdonképpen egy ilyen mérkőzésen, hogy pályára lépjen, de az itteni szabály nem engedi meg, és az jutott eszembe kis csapatom Diósnál, a megyei másodosztályban ott 5 csere van. Tehát ez most, ha egy kivételt tettek volna az MLS, akkor mindenképpen megérdemelte volna a Debrecen, és főleg azok a játékosok, akik nem jutnak szóhoz ezen a mérkőzésen. Igen, hát így ezt Szatmári Csaba, Sitkullés és Hegedűs Gyula maradtak a padon, ők tehát nem léphetnek pályára a mai mérkőzésen. Éger. 81. perc, úgyhogy lassan elkezdhetünk foglalkozni az ünneplés közepette azzal, hogy ki legyen a mai meccsnek a legjobbja. Hát én úgy gondolom, hogy Bogdanovics múltkor is nagyon-nagyon jól játszott, de Sándor talán még egy fokkal jobban játszott. Pillanatilag őt látom a legjobbnak ezen a mérkőzésen. Akkor megint Sándor Tamás kapja a pesgőt? Nem, Bogdanovics. Jó, akkor Bogdanovics a befutó. Úgyhogy igazságosan megosztoznak majd is egy pesgővel, mi is hozzájárulunk majd az ünnepléshez, mert azt hiszem, hogy itt most már elő fognak kerülni az előre behűtött pesgők, szerintem több rekeszi a meccs után. És ismét Halmosi kacsingathat a góllövés és a pécsi kapu felé, mert ő végzi el a szabadrúgást. Nem is rosszul, német hozzáértérzésem szerint, de kirúgást mutat Fábián játékvezető. Na nézzük még egyszer lassítva. Innen nem tudtam pontosan megállapítani, hogy hozzáérte. Pont a felirat akarta, hát fogadjuk el, hogy akkor nem ért hozzá ez a labdához német, csak kísérte a mozdulatával együtt ki a labdát. Nikolov. És hát nagyon régen kezdődött a történet itt Debrecenben, ami ugye a futballt illeti, tehát rászolgált a klub erre a címre, ugye 103 éve létezik itt futball. 1902. március 12-én alapították egyébként a klubot. Akkor még MÁV Debreceni gépjavító műhely munkások sport egyesülete egyetértés néven. Hát hogyha ezt a hosszú nevet kellett volna kimondanom az egész bajnokságban, azt hiszem nagyon kevésszer mondtam volna ki. És 1912-ben lett a klub neve Debreceni Vasutas Sportklub. Aztán ugye volt egy rövid időszak, amikor DMVSC néven üzemelt a csapat Debreceni Munkás Vasutas Sportklubként. Közben Bogdanovics a hátával veszi le a labdát, de még így is helyzet. Német óriási bravúrja a végén. Megakadályozza abban Bogdanovicsot, hogy két gólos legyen. Pedig kis hián itt volt a második gólja Bogdanovicsnak. És amikor, ha már általam említett DMVSC-s időszak volt, akkor ugye kék-sárga volt a csapatnak a színe, pont olyan, amilyenben most amilyenben a pécsiek játszanak. Erős. A pápa megszerezte a vezetést a Honvéd ellen. Ez ugye külön érdekesség a kiesés ellen harcolók nagy csatájában, mert így majd mindjárt ránézek a statisztikára. Elképzelhető ugyanis, hogy elmondhatjuk, hogy megvan a másik kiesőnk az utolsó forduló előtt. Ugye a Nyíregyházának 25 pontja volt, így van. Jelen állás szerint eldőlt a dolog, mert azt a meccset már az MPK ellen nem hiszem, hogy megfordítja a Nyíregyháza. Ugye 7 perc hátra van ugyan még ott, de hát 3-0-ra vezet az MPK, és 10 emberre játszik a Nyíregyháza, úgyhogy lassan-lassan kimondhatjuk, hogy a Debrecen a bajnok, a két kieső pedig a Békés Csaba és a Nyíregyháza csapata. Medved lőtte a gólt, és ez a 18. gólja. Német meg megint nagyon jól jön ki a kapujából, és elszedi Bogdanovics elől a labdát. Német nagyon nem szeretné, hogy Bogdanovics itt újabb gólokat lőjön. És hát több minden eldőlt ugye most már. Azt is tudjuk, hogy a Debrecen a bajnok, a Békés Csaba és a Nyíregyháza a kieső, és azt is tudjuk, hogy a másodosztályból a Tatabánya csapata feljut, tehát Tatabányának ismét lesz újból NB1-es csapata, és hogyha valami nagy-nagy csoda, nagy-nagy tragédia nem következik be, miközben Halmosi
esett el a 16-oson belül, akkor 14 év után Rákospalotának is élvonalbeli csapata lesz, hiszen a Reac is ott lehet jövőre az első osztályban. Urbán Flórián vezetésével, aki 14 évvel ezelőtt még játékosként volt fő részese annak a csapatnak, amelyik utoljára Volán SC néven az NB1-ben játszott. 85. perc. Éger. Tomics. Bogdanovics. Odor. Kiszoltán, Halmosi a bal oldalon, Halmosi már elől van. Úgy látszik, most ő szeretné nagyon rúgni azt a gólt, hogy megmeneküljön a már általam említett kellemetlen házi feladatától. Abi. De László jött be helyette, az ő helyére, és előrébe helyett. Igen, Halmosi. Halmosi, most fejjel, Halmosi német! Csodálatos. Harmadik nagy védése németnek a meccsen. Hát ebből úgy látom békaügetés lesz a nagy erdő körül. Ettől függetlenül még egyszer mondom, és különösebben nem vagyok hatás alatt ennek a dolognak, amit most történik, ez egy természetes állapot, de ahogy ezt a beadást most, ha jól látom, Kis adta be, ugye rendkívül jó a Debrecennek a technikai színvonalnak, fantasztikus jó útnak a játékosok, nagyon jól kezelik a labdát, és ezt sajnos nagyon sok csapatról nem lehet elmondani. Közben láttunk egy újabb helyzetet. Hamos és Éger is rosszul találták el a labdát, mégis így lett helyzet a dologból. Horváth Gyula lesen van az asszisztens szerint, és már csak 4 perc van hátra a mérkőzésből. Előre lopakodott. Sőt, Komlósi is, úgyhogy ez az új hadrend. Most már szabad a pálya mindenkinek. Ugye említettem, hogy Komlósival szeretnének játszatni majd, vagy Komlósival szeretnének gólt rugatni. Érdekesen rendeződött tehát a Debrecen csapata. Először azt mondom, hogy rossz térfelet nézek, amikor Éger és Komlósi megjelent elől. Nem a taktika szempontjából rendeződött át, hanem az örömfoci van. Örömfoci van tényleg. Hát tulajdonképpen az egész meccs örömfoci volt a debrecenieknek. És most persze mindenki előre mehet. Egyébként Bogdanovics húzóhoz húzódott hátra átmenetileg, és Habi van még hátul. Az MTK, akkor mégiscsak jól hallottam, mert itt már a hangos bemondó bemondta, 5-0-ra vezet a Nyíregyháza otthonában, még Illés is betalált, és Szilva is eredményes volt. Hát borzalmas lehet Nyíregyházán így búcsúzni az NB1-től, mert ez kiütéses vereség, akárhogy is nézzük. Küzdügye 2 gólt lőtt, és még egyszer mondom, 10 emberrel játszik a Nyírség csapata. Pedig hát ott is úgy tűnt, hogy egy nagyon stabil csapat alakul ki, de a végén nem sikerült megmenekülni a Détári Lajos alakulatának. Tulajdonképpen a végére talán elfáradt a Nyíregyháza, lehet ezt mondani. Talán idegileg ebbe a harcba inkább, azt mondanám. Pedig nagyon, tényleg nagyon egységes volt a csapat, de hát ezt, ahogy említettem korábban, ezt idegileg is bírni kell. Kiesés ellen való arcot, és ez nem kis dolog. Bogdanovics az új felállás szerint hátvédként. László. Madar ment még egyébként hátra. Madar söpröget. Madar és Habi söprögetnek. Hát meglátjuk, hogy mi lesz most majd ezután Kis Zoltán. Tulajdonképpen csak László, András és Nikolov maradt meg az eredeti helyén. Komlósi, Sándor Tamás, Almosi a bal oldalon. Valószínűleg az ívelgetés lehet most egy fegyver. Éger mellen leveszi, Sándor elviszi, vagy elvinné, de végül odaért egy pécsi játékos. Madar pedig szerel. És most Horváth próbál elindulni a jobb oldalon. És Bogdanovics az utolsó hátul, ember. Az utolsó ember. Egy kicsit furcsa a dolog. Bogdanovics el is adja a labdát, Madar pedig begyűjti azt végül. Almosi. Sándor Tamás.
Komlósi az ég egyébként. Komlósi és Éger. László. Komlós azért látszik, hogy idegenül mozog, és most beindul Komlósi, mire mondom, hogy idegenül mozog, ezt a labdát még elérheti, el is éri. Szóval úgy keresi még azért a helyét ezen a poszton, nem biztos, hogy jövőre csatárként fog játszani. Halmosinak ad viszont egy jó labdát. Szöglet következik majd. Amiből viszont lehetősége lehet gólt fejelni. Hajrá, Loki! A debreceniek sorfala, mindenki kész a berohanáshoz, gondolom, ahogy lefújja majd Fábián játékvezető a meccset. Ha jól látom, Éger végezte el a sarokrúgást, Komlósi kapja. Sándor Tamás. Éger felé a labda, Bogdanovics leveszi, Bogdanovics. Németvéd, negyedik nagyvédése a meccsen, újabb szöglet. És még 2 perc lesz hosszabbítás, ezt kell kibírnia a debreceni publikumnak. 91. perc. Annyit talán elárulhatok, hogy majd holnap láthatják azt a Dream Teamet, amit mi állítottunk össze szerkesztők és szakértők. 3 debreceni ott lesz a csapatban, méghozzá Sándor, Bogdanovics és Éger, és egy pécsi is, Németh Gábor, ő lesz majd annak a Dream Teamnek a kapusa. Közben Olá gólt lőtt, ezt láthatták a feliratba. Én pedig megpróbálom kitalálni, hogy mennyi az eredmény, mert én nem láttam a 2-2, hogyha jól számolom, ugye Kocsis és Pozsár góljaira. Olá második gólját is megszerezte, 2-2, tehát az a csapat, az a mérkőzés. Dávid Éger mellett menne el, Montvai. A les taktika ugyan nem jött be, de Madar nagyszerűen kezelte le a labdát, és kis futtatja meg egy kicsit. 92. perc, minden az ünneplésre készen most már. Ami nem zárja ki azt, hogy elmondjam még egyszer, hogy a pécsieknek van egy nagyon tehetséges játékos, hogy Dávidnak hívják. Rendkívül jó szeme van. Viszont most gólt lőhet Horváth Gyula, és gólt lő! Gólt lő bizony, egy picikét elrontva a debreceni örömünnepet. Horváth Gyula csak úgy, mint a Fradi ellen, most is kipécézte magának a hosszabbítás utáni percet, és ismét gólt lőtt. 3-1. Én nem mondanám, hogy az örömünnepet ez elrontotta, inkább a becsület góljukat megszerezték, és hát ez dicséret az edzőjüknek is, Ott Józsefnek. Éve itt van Horvátnak a gólja, megdolgozott ezért a gólért. És így tulajdonképpen ezt a vereséget is talán könnyebben viseli el majd a Pécs csapata, amelyik hát nem is mondom, hogy asszisztált az örömünnephez, mert ennél többet tett hozzá ehhez a mérkőzéshez, de hát egyértelmű volt, hogy ezt a meccset a Debrecen fölényesen és magabiztosan megnyerte, így most már hazai pályán ünnepelhet a bajnok csapat, minden játékos a pályán. Itt lesz egy nagy átrendeződés a stadionban az ünnepélyes eredményhirdetéshez, ezt természetesen mutatjuk. Most azonban a szó Pórác András kollégámé. Köszönjük szépen, Ott József azt hiszem, hogy azért örülhet, van oka az örömre, mert hogy azért egy becsületgólt csak rúgott a Pécs. Igazán pontnak azért jobban örültem volna mindennek a gólnak, de úgy érzem, a mérkőzésen nagyon pontatlanok voltunk. Az előre játékban hamar elvesztettük a labdát egész mérkőzés alatt, és a védekezésben is úton voltunk. Mindig akkor értünk oda, már mikor az ellenfél játékosainak birtokoltak a labdák, és kezdeményezni tudtak, és mindig volt üres embernek, aki tovább folytatták a játékot. Így nehéz eredményesnek lenni. De gondolom, hogy azért annyira nem csalódott, hiszen mégiscsak a bajnoktól kapott ki a Pécs, és hát olyan skalpokat gyűjtöttek be, mint az Újpest, vagy éppen a Ferencváros. Összességében inkább azt gratulálok a Debrecennek, teljesen megérdemelt a bajnoki győzelme. A legjobb játékosok is a legjobb teljesítményt nyújtották, abszolút megérdemelt. Azért szerettem volna egy pontocskát azért. Köszönjük szépen az értékelést, és további sok sikert kívánunk természetesen a pécsi csapatnak. Most viszont innentől kezdve minden majd a Debrecenről fog szólni. A győzött tehát a Debrecen gárdája a Pécs ellen a 14. fordulóban, vagy hát pontosan ugye a 29. fordulóban. És hát egészen biztos ugye, hogy a Debrecen csapata megnyerte a bajnokságot, ezt már ugye tudjuk nagyon jól.
óriási ünneplés indult el itt Debrecenben, vagy milyen ünneplés volt akkor, amikor Verebes József csapat annak idején a Győrrel ugye győzött? Hát az a nagyon röviden elmondám, a 35 ezer néző volt, ugye a 30 ezer stadionban, és amikor lefújták a mérkőzést, hát én nem tudom, 10 ezer ember biztos a pályára tordult, és hát a játékosokon azt mondom, a gatyán kívül semmi nem maradt. A pályából a kapufák maradtak meg, úgyhogy nem akarom sorolni, de az fantasztikus volt. Hát itt most ugye 10 ezer néző van csupán, de hát ez a 10 ezer is ugye egy nagyon szép 10 ezer néző, 8 ezer néző. Ha már egyébként 10 ezer nézőt említettem, és ez is érdekessége, az biztos, hogy 2008-ra lesz új stadionja a debrecenieknek, amelyet hát persze nagyon megérdemelnek, addig pedig majd azon mesterkednek valahogy, hogy kibővítsék ezt az Olá Gábor utcai stadiont, hiszen rendszeresen probléma volt ebben a szezonban is, hogy több százan kint rekedtek, nem tudtak itt lenni a mérkőzéseken, és hát azt találták ki a vezetők, hogy a következő évben megnagyobbítják ezt a stadiont, és szeretnék azt lehetővé tenni, hogy legalább 10 000-rel itt lehessenek majd a Debrecen meccsein. Ugye a tervek szerint akár még Bajnokok Ligája meccs is lehet majd így. És akkor most jön majd az érem átadás, mint már említettem, átalakult a pálya, mint hogy a világ életében egy ilyen ceremóniára lett volna kitalálva. Megvan a színpad, megvan a piros szőnyeg is, ezen futnak majd be a játékosok, és hát egyesével természetesen köszöntik őket, Tarsó Csaba látható bal oldalon, ő ugye a Magyar Labdarúgó Liga újjáválasztott elnöke, és mellette Bozók Imre látható, dr. Bozók Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. És most már minden megérkezik, a hivatalos tábla is, hogy a 2004-2005-ös Aranyászok Ligának a bajnok csapata, természetesen a Debrecen csapata. Közben van egy végeredményünk, méghozzá, ha jól hallottam, akkor Békés Csaba Kaposvár 2-3, tehát a Kaposvár győzött, és így ugye Jováncai lőtte a harmadik gólt, köszönöm szépen, ilyen is egészen biztossá vált akkor, hogy győzött a Kaposvár, a Nyíregyháza csapata pedig elbúcsúzott a Békés Csaba mellett az élvonalból. Hát egyéb látnivalók is vannak, bár most azt hiszem mindenki a kupára koncentrál, vagy legalábbis nagyon sokan itt Debrecenben, mert hogy azt a szép nagy serleget szeretnék majd átvenni a fiúk, és a debreceni játékosok már jönnek is be egyenkénti szólítással. Hát akkor menjünk mi is végig Bernát Csaba az élen, Bőr Zoltánnal. Ugye Bernát Csaba már felépült egy kellemetlen és hosszú ideig tartó sérülésből. Bőr Zoltán ugyanezt tette, ő ugye a tavasszal tért vissza, és a sérülése most szerencsére nem komoly. Aztán érkezik Csernyászki Norbert, az első számú kapus, 24-es számmal, nyáron még a Balaton FC-től érkezett Dombi Tibor, akinek gyerekkori álma vált valóra, hogy bajnok lett a Debrecen együttesével, azzal a csapatban, amelyikben nevelkedett. Aztán érkezik Gyurcsák Balázs, 19-essel, egy ifjú reménység, aki már ugye többször játszott az idei szezonban, és ahogy Subka Attila mondta, a következő időnyben valószínűleg még többet fogják őt látni a szurkolók. Aztán egy ős szombathelyi Halmosi Péter, 28-as számmal, 14-essel Hegedűs Gyula. Ő is a Balaton FC-t hagyta ott a nyáron, miután megszűnt a klub. Akkor ugye az az általam említett Balaton FC nagyon közel volt a bajnoki aranyéremhez tavaly. Bogdanovics 10-es számmal, ugye mindenki kapja az aranyérmeket teljes joggal, és a csatártárs mellette Kerekes Zsombor, ugye ők ketten most már így elválaszthatatlanok elől. Kolákovi, illetve Kis Zoltán 30-as számmal, ott van már a dobogón Komlósi Ádám, akinek ma ugyan nem sikerült gólt szerezni, de azt gondolom, hogy így is maradéktalanul boldog. László András vagy Sonka, mert őt mindenki így szólítja, aki ugye bajnok lett, ő is a Balaton FC különítményében érkezett Debrecenbe, és egy hosszú sérülésből tért után. Madar Csaba, akinek már nem szokatlan az érzés, hiszen ismét ott lehet egy bajnok csapatban. Megérkezett már Máté Gábor, a harmadik számú kapus, és Kolákovics is, hogy ki ne hagyjam a sorból. Likolov Balázs is ott van, aki a Dunaferrel volt egykor bajnok. Ronald Habi,
a magyar-horvát úriember, aki lassan már magyar állampolgár lesz, és a magyar válogatottban is számításban jöhet a neve. Természetesen Sándor Tamás, a csapat kapitánya, a csapat motorja, a csapat esze, talán ezt is lehet mondani, és bár azt mondtam, hogy világ életében erre volt kitalálva ez a terület, hogy itt majd ilyen dobogón álljanak a debreceniek, hát azért mégsem egészen erre volt kitalálva, mert rövid lesz a dobogó, nagyon úgy tűnik. Beérkezik Sandro Tomic és Sitku Illés is, aztán hármassal Szatmári Csaba, aki küzd azért, hogy bekerüljön a kezdőcsapatba. Ugye ő is mondta, hogy a nagy arany generációnak a tagja, aki megmaradt még mára, a nagy négyesnek a tagja. Virág Béla, aki tavasszal egy meccset játszott, akkor is csak 5 percet, de akkor gólt lőtt. És végül Éger László 73-assal, és remélem, hogy mindenki megjött. És természetesen Subka Attila, a csapatnak a vezetőedzője, a debreceni zászlóval egyetemben. És Herceg András, a segítője is felfér még talán a dobogóra. És aztán most már mindenki ünnepelhet, hiszen megvan Debrecen városának az első aranyérme, amelyre nagyon-nagyon vágytak itt. Mindenki, klubvezető, technikai igazgató, és mindenki, aki felfér a dobogóra, most már mehet oda. És a Debrecen ugye megérdemelten hordított el az aranyérmet. Talán annyit, amikor az edző kapta az aranyérmet, hogy meg kell említeni Szentes Lázárnak a nevét feltétlenül, ugye, mert nagyon sokat tett ezért a sikerért ő is, és hát én úgy gondolom, hogy itt a helye, hogy a neve meg legyen említve. Ugye egy fantasztikus menetelése volt a Debrecennek. Elsősorban azzal nyerték meg ezt a bajnokságot, hogy hazai pályán ellenállhatatlanok voltak. Elsősorban tavasszal. Természetesen kellett az is, hogy a többi csapatnak is legyen botlása, hiszen hogyha megnézzük azért az első 5 helyezettet különbesszük, akkor a Debrecen mérlege hát nem a legjobb, hiszen ugye a 8 meccsből csak 2-t nyertek meg, 1 döntetlen és 5 vereség a további mérleg. Az Újpest és a Győr ugye oda-vissza megverte őket, de hát ettől függetlenül a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt végig a Debrecen csapata nyújtotta, és így teljesen megérdemelten nyerték meg a bajnoki címet. Hamarosan jön a kupa átadás, már Szilágyi Sándor ügyvezető igazgató még mutat valamit, vagy valaki még talán hiányzik a táncból, inkább ezt mutatja. És akkor, ha majd megérkezik az a valaki, vagy valami egészen pontosan, akkor már jöhet az a bizonyos kupa átadás. És tegyük hozzá, hogy Szima Gábor elnök tulajdonos is méltán viselheti az aranyat. Nagyon boldog embernek látszik végig, rendkívül visszafogott volt, nem mert nyilatkozni arról már korábban, amikor látszott, hogy ki lehet számítani, hogy már bajnok lesz a Debrecen. Én úgy gondolom, hogy ez az ember megérdemli ezt a sikert. És akkor a Liga elnök és az MLS elnöke közösen átadhatja ezt a hatalmas nagy serleget az idei magyar bajnokság győztesének, amely nem más, mint a Debreceni Vasutas Sportklub Áve Ásványvíz csapata. Ebben a pillanatban tehát hivatalosan is megvan a bajnok csapat. Sándor Tamás, élete legboldogabb pillanata, aki hát valószínűleg élete legboldogabb napját éli most. Csak úgy, mint a többi debreceni játékosok, akik már természetesen nem tudják fegyelmezhetően végig várni azt, hogy majd kézről kézre átmenjen a labda a dobogon, hanem ahogy azt kell, ilyenkor oda mennek, oda sereglenek, és talán majd kerül elő néhány üveg pezsgő is, és ebből a serlegből lehet majd kortyolni, vagy ahogy a szokás, minden nagy pályán ugyanúgy mennek majd végig ezzel a serleggel, és megmutatják a közönségnek is, hogy ez van, itt ez a kupa, amelyet megnyertük, egy évig a miénk lesz, ebben ugye biztosak lehetnek a debreceniek, aztán, hogy mi lesz jövőre, azt majd meglátjuk. Sok játékosnál az örömkönnyek is feltűntek, ahogy itt látom, tehát ez egy nagyon-nagyon boldog pillanat egy játékos életében, egy csapat életében. És amíg a csapat ünnepel, önök is láthatják, most a vezetők azok, akik hát kiélhetik és kiélvezhetik tulajdonképpen ennek az aranyéremnek minden örömét. És ott vannak a dobogón, ők is ünnepeltetik magukat, miközben természetesen senki sem mozdult, egy tapottat sem a nézők közül. Mind a 8000-en itt vannak, és most nekik mutatják meg közelebbről a kupát.
a debreceniek, mint már említettem, a magyar bajnokságok történetében immáron 8-szor vidéki csapatként bajnok a Debrecen, és egy aranyedző, mester ott van már Pónász András kollégám mellett. Ahogy Ákos fogalmazott, gratulálok én is az aranyedzőnek. Ezt a pezsgőt azért adom neked, hogy majd adod a Bogdanovicsnak, Igor Bogdanovicsnak, ő lett a mérkőzés legjobbja, nehéz lenne őt most utolérnünk. Hogy lehet értékelni ezt az egész évet egyáltalán? Mit érez ilyenkor egy edző? Hát egy nagy boldogságot érzünk, én úgy érzem, nem csak én, hanem a játékosaim, és egy csodálatos eredményt értünk el. Az, ami a város vágya volt hosszú idő után, 103 év után sikerült elérünk, bajnok lett a Debrecen. Jól látom, hogy könnyes a szemed? Hát persze, természetesen, én azt hiszem, ilyen helyzetben. Hogyha ajánlanod kéne valakinek ezt a bajnokságot, akkor ki lenne az? Hát én a családomnak ajánlanám ezt a bajnokságot. Tudom, hogy ilyenkor nehéz elemzésbe belemenni, de én arra kérlek, hogy kicsit elemezzed azt, hogy miért lett 2004-2005 legjobb csapata a Debrecen. Hát én azt hiszem, hogy azért lett a legjobb csapata ebben a bajnokságban, mert tényleg csapatként dolgoztunk egész fél szezon alatt, vagy pontosabban azóta, mióta én itt vagyok, én arról az időszakról beszélnék. Csapattá értünk, mint ahogy mondtam, voltak olyan mérkőzések, amikor kevésbé... Így van, folytathatod az elemzést a himnusz után. Amit mondtam már többször is, hogy igazán csapatként tudtunk működni, voltak olyan mérkőzések, amikor nem sziporkáztunk, de azok a játékosok is, akik inkább a technikai képességükről ismertebbek, azokon a mérkőzéseken is ugyanúgy oda tették magukat, mint a kevésbé technikás játékosok. És hát ez bizonyította a Ferencváros elleni mérkőzés, amikor küzdeni kellett, küzdöttünk, amikor futballozni kellett, mint a mai meccsen, és általában a hazai mérkőzéseken akkor futballoztunk. Gratulálunk, és hagyunk téged is ünnepelni. Supka Attilával beszélgettünk, hamarosan folytatjuk, természetesen megpróbálunk még egy-két játékos becserkészni. Köszönöm szépen, ugye hát ez nem lesz könnyű, mert ott vannak a szurkolók előtt a játékosok, de hát Pónász Andris tetrekészségét ismerve szerintem ebben sem lesz hiba. És hát említettem, hogy ez a legnagyobb eredménye a klubnak. Korábban kétszer volt magyar kupa győztes a Debrecen. 1999-ben, amikor a Tatabányát 2-1-re verték meg a magyar kupa döntőjében, Garamvölgyi Lajos vezetésével, és 2001-ben, amikor a Fehérvárt 5-2-re verték pont az Üllői úton, de az az év ugye azért volt furcsa a debrecenieknek, mert magyar kupa győztesek lettek ugyan, de igazából ugye a kiesések úgy kerülték el, hogy a BKV előre abban az évben visszalépett az indulástól, és tulajdonképpen ennek köszönhette a Debrecen csapata azt, hogy bajnok lett. Ha minden igaz, akkor már van egy játékos, Pónász Andrist ismerve, ott van ugye Halmosi Péter, úgyhogy megkérdezhetjük, hogy lesz-e békaügetés a nagy erdő körül. Én már kérdeztem, hogy hogyan néz ki az a bizonyos békaügetés, megmutattad nekünk? Megmutattam a békaügetést? Aha, légy szíves. Reméljük, hogy azért messzire nem megy Halmosi Péter. Ez a békaügetés, ezzel már letudtad? Hát ezzel még úgy gondolom, nem tudtam le, én azt fogadtam meg, hogyha a gólt rúgok, akkor a gólra nem az békaügetés lesz. Hát sajnos nem sikerült gólt. Majdnem sikerült. Hát, majdnem a Németh Gabi kifogott rajta, mondtam is neki, hogy nem kellett volna. Hát majd jövő héten úgy gondolom, hogy a nagy erdőben összehozom, még nem tudom, hogy hogyan. Köszönjük szépen az egyik aranyosnak, itt van már is a másik aranyos, méghozzá Kapus Csernyánszki Norbert. Azt gondolom, hogy nem voltál azért egyáltalán mérges, hogy nem te vétted végig ezt a mai mérkőzést. Nem, egyáltalán. Sandro nagyon sokat segített nekem egész évben, úgyhogy maximálisan megértette, meg volt beszélve, hogy csere lesz, úgyhogy ez nagyon járt neki, semmi gond nem volt. Nem volt rivalizálás köztetek? Ezt olyan nehéz elhinni. Láttam, amikor lejött Tomics, hogy puszi, ölelés. Ősszel és tavasszal is azt kell mondanom, hogy rivalizáltunk össze komolyabban. Tavaszra egész jó barátság alakult ki közöttünk, kapusok között köztudott, hogy ez nem nagyon létezik, de amilyen csodálatos ez a város és a közösség, itt a két kapus is nagyon jó viszonyban volt egész évben. Azt gondolom, eszed ágában nincs máshova igazolni ezek után. Egyáltalán nem. Ebben a pillanatban remélem, itt törökszem meg Debrecenbe. Csernyánszki Norbertnek köszönöm. Már itt van velünk Kerekes Zsombor is, de előtte még Ákos, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Hát ha már Zsombiból csak egy van, és ugye ott van, akkor természetesen szólaltassuk meg őt is, aztán majd én folytatom még itt a statisztikáimmal. Bizony, Zsombiból csak egy van, ezt már rengetegszer hallhattuk a debreceni publikumtól, és hát
aranyéremből is egyelőre még csak egy van a Debrecennek. Gondolom ennek az egynek nagyon, de nagyon örülsz. Természetesen nagyon örülök, és nagyon örülök, hogy taglaljátok ennek a csapatnak. Hát azt hiszem, hogy Magyarországon az egyik, nem az egyik, hanem a legjobb szurkolótáborunk van, most pedig a legjobb csapatunk is. Miért lett a Debrecen a legjobb csapat? Miben látod az erejét? Gondolom, ilyenkor megfogalmazódik az is benned, hogy amikor neked nem sikerült gólt szerezni, akkor ott volt Igor vagy a többiek. Így van, és azt mondom, tehát nekem meg Igornak, mikor nem ment a góllövés, akkor kisegítettek a társak, a védők, középpályások. Azt hiszem, hogy egy komplett csapat voltunk, kisegítettük egymást, úgyhogy szerintem meg hát a hazai teljesítményünk az azt hiszem szenzációs. Neked ez az aranyérem egyébként mit jelent, és mekkora helyet foglal el a szívedben? Hát a legnagyobbat eddig, tehát azt hiszem, hogy a célokat tűztem ki magam elé, bajnok vagyok, kupagyőztes, a magyar válogatottban is bemutatkoztam, mert most irány a bajnokok ligája. Ennyi jó után, én még több jót kívánok Kerekes Zsombornak és a debreceni csapatnak is. Megpróbálunk még folytatni, természetesen játékosokkal interjút készíteni, de addig a szó Ákos tiétek. Köszönöm szépen, szóval beérett az aranygeneráció, csak ezzel akartam folytatni, hogy ugye 93-ban Garambőgyi Lajos vezetésével kezdte meg szereplését az élvonalban, és 95-ben jött az a bronzérem. Talán Sándor Tamás vagy Dombi Tibort, ha valamelyiküket el tudjuk kérni, ők tudnának igazán erről beszélni, és ha minden igaz, akkor már ott is van talán Sándor Tamás, Fónász András kollégám mellett, és akkor mostanában is tudjuk szólítani, igen. Így is van. Így is van, itt van velem Sándor Tamás, a nagy generáció egyik tagja, ahogy Ákos már a közvetítés során többször elmondta, négyen vagytok abból a csapatból, ugye Dombi Tibiékkel. Mit éreztek ilyenkor? Te ugye nyilatkoztad a Nemzeti Sportnak, hogy azért jöttél haza, fölhívta Dombi Tibit, hogy jöjjünk haza és legyünk bajnokok, ez sikerült? Hát nem tudom elmondani ezt az érzést, bár a recsete bajnokok vagyunk, de azt hiszem, aki itt nőtt fel ebbe a városba, és ilyen szurkoló közönség előtt kell játszani a hétről hétre, az nehezen tud valamit is mondani. Annyit, hogy nagyon boldogok vagyunk. Nagyon örülünk, nagyon hosszú volt ez az év, kemény munka volt a hátunk mögött, de azt hiszem, hogy ennek meg lett a gyümölcse, és megérdemelten nyertük meg a bajnokságot. Tudom, hogy ilyenkor a jövőről nagyon nehéz beszélni, de gondolom már azért a fejedben ott mozog az is, hogy a BL-ben is minél nagyobb sikert elérjetek ezzel az országnak is dicsőséget szerezvén. Hát megmondom őszintén, ezen még nem nagyon gondolkoztam, már csak azért sem, mert azt hiszem ez az öröm pillanatai. Most az a dolgunk, hogy örüljünk, amikor felkészülés lesz, akkor az, hogy felkészülünk, és amikor jönnek a meccsek, az, hogy megnyerjük a meccseket. Gratulálok, és azt kívánom neked, hogy örüljetek továbbra is. Még egy gyors szót van mögötted, Nikolov Balázs, én már látom, ha minden igaz, úgyhogy tiétek a szó. Nikolov Balázsnak ez a második aranyérme a Dunaújvárossal, szintén egy vidéki csapattal lettél először bajnok. Azt gondolom, hogy ez szintén ugyanolyan nagy öröm, mint akkor Dunafernél. Hát ezt nem lehet leírni, milyen öröm itt most bajnoknak lenni másodszor is vidéken. Főleg ebben a városban, ahol imádják a futballt, a közönség szenzációs, az emberek nagyon szeretnek, a klubvezetők is. Minden tényleg a maximálisan a legjobb itt. Köszönjük szépen, és nagyon jó bulizást kívánunk, gratulálunk neked. Meg lesz, köszönjük szépen. És mi is köszönjük a figyelmet, innen Debrecenből, tehát búcsúzunk azzal, hogy néhány szurkoló azért mégiscsak beszabadult, és megszabadította a debreceni játékosukat a szerelésüktől. Tehát a 2004-2005-ös év bajnoka, a Debrecen csapata három bajnoki bronzérmet követően megvan a hőnállított aranyérem, és mi most köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra.